Drága hallgatók, mint az ember gyorsan tud reagálni különböző sajtóközleményekre, az egykori rádió, ma Klassz FM most jelentetett meg néhány perccel ezelőtt, egyetlen egy dolgot tudok mondani, az, hogy hazugság. A sajtóközlemény azt állítja, hogy azért nincs morning show holnap, mert én kijelentettem, hogy a tévé szerepléseimre akarok koncentrálni ezen túl, és minimalizálni akarom a rádió szereplést. Ez hazugság. Én nem jelentettem ki semmit. Én ma kaptam egy levelet, amiben az volt, hogy holnap már nem kell bemennünk a morning show-ba. Úgyhogy ezen kijelentésemet teszem egyébként Jani és Feri nevében is, drága hallgatók, reagálva a sajtóközleményre, hogy mi nagyon szerettük volna végig csinálni és kitölteni a szerződésünket, és tisztességesen, becsülettel elköszönni tőletek, és erre szerintem még lesz is lehetőségünk. Úgyhogy most nem is nagyon köszönnék semmit, csak annyit reagálnék, hogy ez a sajtóközlemény úgy, ahogy van, nem igaz. Nekem idén már nincs tévészereplésem, nem kívánom a rádió szereplésemet minimalizálni. Olyannyira nem, hogy még nagyobb erővel szeretnék rádiózni, ahogy eddig, és még jobb műsorokat szeretnék készíteni Ferivel és Janival, Annával, Zsüllel, Vikivel, Lacival, Julival és mindenkivel úgy, ahogy eddig. Egyelőre erről többet nem mondhatok, de figyeljetek bennünket, keressetek bennünket, nézzétek a Facebook oldalt, és kövessétek az eseményeket, mert nem sokára minden kiderül, de nem akarom minimalizálni a rádió szereplést, úgyhogy ez sem igaz. Sajnálom, sajnáljuk, hogy így alakult, Feri Jani nevében is mondom, és nem sokára találkozunk, vigyázzatok magatokra. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. 6 óra után vagyunk, pontosan 25 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk, és már is kezdjük. Indult az autó, itt vagyunk, nem késtünk el, csak történtek dolgok. Persze, hát itt felforgások, éppen csak előre mondjuk mindenkinek, aki itt szeretne az ülőjúti felüljáró alatt parkolni. Az ne tegye. Az ülőjút 102 és a Groupama Arena közötti rész most ebben a pillanatban demarkációs övezeti változó. Abban lesz valami, igen, lesz valamilyen barátságos foci, és most kaptuk a legfrissebb információt, tehát természetesen ezzel kapcsolatban majd a hírszolgálatunk fogja majd biztosítani a maximális tájékozódási pontokat, de hogy nem lehet most ide parkolni valamiért, egy rendőrautó jelzés itt mindenkinek. Igen, úgyhogy ki kellett rohanni, arrébb kellett állni, kocsikat meg kellett győzni a rendőröket, hogy ne, még ne vontassanak el bennünket, ne csinálják, alkudozni mindenkinek, Lacinak, mindenkinek arrébb állni, úgyhogy volt egy kis fennforgás, de itt vagyunk egyébként. Jó, mögöttünk az is tilos, a igen, kis mindenhol tilos, minden, igen, úgyhogy mindenki az egész fél stábnak át kellett állni, és rohanni, és könyörögni, és ajándékcsomagot vinni, és mindent csinálni, de senkit nem vontattak el. Nem, senki. Arrébb álltál te is? Én beálltam, persze, mert mondtam hát, a srácoknak, hogy egy vendégparkolót már úgyis csak... Úgyis csak néhány napra adjanak valami vendégparkolót. Tehát ha valaki erőn is azt látja, hogy üres a parkolóhely, akkor az nem szerencsés. Tehát, hogy nem azért van, mert ekkora szerencsétek van, mert hogy hú, de jó, de bárhol állhatok, nem, sehol nem állhatsz. Sehol nem lehet málni, mert valami barátságos meccs van. Miért kell négy napig lezárni? Értem, hogy most mit tudom én, mikor van a meccs, ahhoz képest most mit, mikor. Nyilván ma este 7-kor vagy 8-kor ilyenkor játszák, tehát hogy most én 10-ig miért nem maradhatok itt, azt én nem tudom, de hát biztos van ennek egy oka. Nem tudom, már lehet, hogy jönnek melegíteni a csapatok, itt áll meg kint a csapatbusz az aluljáró alatt, vagy a feljáró alatt, nem tudom, mindegy. Igen. Mert ez van. Hoztam nektek ajándékot, na, srácok. Jaj, te rendes, hogy ez szép zacskó. Nem, onnan hoztam, nagyon aranyosak voltak tegnap is, de ezt még a hétvégén ázsiai gasztrofesztiválon voltam, na. És a világ legjobb szerkezetét szeretném átadni nektek, parancsolj, János parancsolj, Balázs, használjátok egészséggel, és mondjátok meg, hogy mi ez. Ez egy sárga tojás műanyag. Én is arra tudtam volna egy elsőre, nem akkor tojás. Ez azt mondja, hogy banánszeletelő. Banánszeletelő, te láttál már ilyet, normális. Megőrülök, annyira jó. Az. Banánszeletelő, ugye ott nagyon fontos az ázsiai konyhában az azonos méretű alapanyagok gyártása, ezért ezek az okosak kitalálták, egy ilyen sárga műanyag, majd fölteszik a Facebookra. Nekem ez nagyon tetszik. Öt ilyen karikával, és beledugod, meghámozod a banánt, beledugod, és akkor így szépen így szeleteli így egyesével. Meg kigyóborkát is lehet egyébként vele szeletelni. Azt is, igen. Meghámozod, beleteszed. Ennyi. És ugyanolyan lesz minden szelet. Annyira nevettem, mondom, hozok nektek egyet. Jó, köszönöm. Nagyon menő. Ezt fogom használni. Használjátok egészséggel.
Igen, hát tulajdonképpen az is lehet, hogy a paradicsomot meg mindent elvágt szerintem. Keményebbeket, nem? Szerintem nem. Uborka? Azt igen, azt még ubit meg banán biztos. Nagyon jó. Meg ugye van egy átmérője, tehát egy nagyobb paradicsom, arra nem jó. Jani, ne, ne, kérlek, ne tedd bele. Farkadat is fel. Simán feldarabolja. Simán feldarabolja. Fíj, nagyon komoly. Tedd be a makkodat. Egyenlő karikákra vágja. Nagyon klassz, köszönjük szépen. Egészségetekre. Sose örültem még ennyire semmire. Látom rajtad. Te figyelj, hogy robbantasz, hogy végre ez hiányzott a konyhából. Ez, igen, ez nagyon hiányzott. Számomra a tálalás nagyon fontos, úgyhogy az egyenlő vastagságúra vágott kigyomborka szeletek nekem feldobják a napomat a reggelimet, látod, ha nem tudom mi, mert ez jó. Jó ez. Mondjuk megmondom őszintén, hogy én azért nem szoktam ezekbe hinni, mert van például ugye ez a húros tojásdaraholó. Én például, hogyha picit keményebbre főzed a tojást, és ilyen keményen marad, te már nem tudod átvágni, szétpasszírozza. Én mindig azt szoktam csinálni, hogy egy késsel megvágom a húrok mentén a tojást, és akkor tudom. Hát, tehát gyakorlatilag két eszköz kell ahhoz, hogy felszeleteljem. Tehát az eredeti tojás daraboló az nem működik. Tehát ez egy bizonyos szinten túl, mert egyszerűen nem tudod vele feldarabolni a tojást, mert csak szétpasszírozza. Utána ugye vacakolsz az elmosásával, na ez pont ugyanaz lesz. Tehát beragad a banándaraba, az uborka, héja, már ott látom a résekbe, meg fog majd bújni, úgyhogy én ezért nem szeretem ezeket, de mondom, hát ha ti örültök neki. Na milyen volt Miskolszágnak? Jó volt? Nagyon jó. Nagyon jó volt? Jó, aranyosak voltak? Nagyon kedvesen vártak. Az élő nagyon jól sikerült. Nagyon kedvesen vártak bennünket. Volt. Igen. A tűzoltó zenekar az teljes stresszben. Jött mi a Juhjuk című, de figyelj, annyira vártam. Juhjuk nagyon jött. Zenkorod, nem találtam meg. Mindenki ott ült lent az ebédlőben, várták, de sokan tudtak róla, hogy mi is történik, de sokan meg nem is tudták, hogy miért vagyunk mi ott, meg miért jött a zenekar. A posta tündér aranyosod, és hát Mária néni, figyeljetek, 104 évesen, azt mondja, hogy botot, ugye ezt el is mondtuk adásban, hogy botot már nem használ, mert azzal verekedett, és egyébként meg így teljesen tök normálisan tud kelni járni. Az unoka, vagy a műunoka, ahogy fogalmaztunk, egy tündér volt, nagyon készült mindenki. De brutál nézettségeket hozott egyébként. Nagyon durva. 8000 élő nézőnk volt délelőtt. Tehát az nagyon durva. 682 megosztás, 15000 like, tehát hogy ilyen elképesztő. Imádták, elképesztő. Imádták. 1300 komment, tehát brutál számokat hozott. És mondom, a 8000-es nézettsége. Hát a jó operatőri munka. A Zsűl gyerekek. Nagyon vicces volt a telefonomon nézni, hogy mi történik a saját Facebook oldalamon, úgyhogy nem vagyok ott. Tehát ez ennél szürreálisabb nincs, hogy azt néztem, hogy mi történik. Jó, mondom, már megy az élő közvetítés. Láttam a saját telefonomon, úgyhogy Zsűl belép fel az én adminommal. Az a téma érzékenység. Nekem azt tetszett a legjobb, amikor felé Álkén a folyosón éppen közvetít, és egy néni elmegy mellette ilyen másfél kilométer per órás sebességgel a bottal, és Zsűl lekövette. Ráfordult. Hát érted. Balról előztek, érted? Pol pozícióra törtek balról. Semmilyen Zsűl lekövette. Fontos dologról nem lehetett lemaradni. Zsűl érezte, hogy ez az a pillanat, amikor ő nagyjá válhat. De tudod, egy Zsigmond Vilmossá. Igen, ez volt az a tempó, amit tudott követni. Tehát ha ennél gyorsabban mozgott valami a légtérben, akkor Zsűl arról lemaradt. Igen, úgyhogy abszolút jó volt. De helyesek voltak, aranyosak voltak. Hát Mária néni a dumákkal nagyon jó volt. Mire gondolt, nem gondoltam senkinek. Üdvözli Sebestyén már jó, de ki az a Sebestyén? Nagyon jó. Tehát olyan dumák, hogy olyan dumákat nyomott, hogy nagyon jó volt. Elképesztően jó fej volt. Szerintem a zenekarnak valaki megmondhatná, hogy én nem tudom miért, de hogy egy picit indokolatlanul hosszú volt a pergődobos felvezetés a dal előtt. Tehát, hogy amikor már tudod egy kicsit, hogy én azt hittem, hogy már szólózik. Rajta. Tehát igen, hogy úgyhogy mi egy-egy pogácsát elvettünk Zsüllel, megköszöntük szépen a vendéglátást, viszont a tűzoltó zenekar megreggelizett rendesen, járt is nekik, mert ők is ingyen jöttek, meg hát mindenki ingyen volt menne ebben a buliban, de nagyon készültek. Mindenki nagyon jó arc volt. Jó volt, tényleg jó volt, úgyhogy jó. És örülök, hogy megcsináltuk, hogy nem marad olyan tartozásunk igazából, azért olyan nagy, amit nem sikerült volna. Így van. Még egy reptetésünk van, mert ugye két bakarcista dolgot ígértünk, de az még azért várhat. Hát
ott nem fenyeget az életkorbeli veszély, hogy 104 éves Mária néni azért ugye minden nap egy áldás, lehet mondani, ugye, és hát maradjon még sok áldás neki. Egy fiatalabb párról van szó, akik még nem repültek, de ők sincsenek elfelejtve, úgyhogy hát az lesz a következő. Így van. Az lesz a következő projekt. Hát és még péntekig valahogy bele kell szuszakolni ezt a cirkuszi látogatást. És még el kéne mennem a cirkuszba, de minden órán be van táblázva péntekig, elég sűrű, de lehet, hogy valamit majd át kell vinni. Hát, de bármiről lemondasz, csak hogy ott lehet. Csak innenképpen, addig van egy előadás, de az sincs elfelejtve. Tehát az sincs, az csak egy meglepetés, majd egyszer csak a Facebookon ott ülök. Egyetlen egy hátránya volt ennek az élőnek, hogy plusz 5000-et adott hozzá. És aha, majdnem 139. Majdnem 239, tehát igazából... Igen, már csak 11 ezer embert kell valahogy berántanunk, nagyon nagy a baj. 250 ezer, ami azt jelenti, hogy rendszeresen lehet majd számítani a jelenlétedre a Facebookon. Nagy a baj, gyerekek, ez most már úgy néz ki, hogy meg lesz, most már csöndbe vagyok, még ha nagyon csöndbe vagyok péntekig, akkor talán is. Nem. De igazából olyanokat nő így hirtelen a semmiből, hogy így, mondom, ez az élő, ez most nagyot dobott rajta. Picit örülsz, na, hogy lesz egy jó működő Facebook oldalad. Az a baj, hogy te örülök egyébként, mert fogom használni, csak kicsit teher, hogy minden nap, mint egy gyerek, tudod, akit így tényleg gondozni kell. Nézni a kommenteket, hát, miket linkelnek be, neonáci oldalt, azért mégiscsak szedjük ki, tudod. Hitleres pólóba a csáhozi helyezik, jó, írjuk meg neki, hogy ne csinálj ilyet, barátom, ez nem az oldal. Kicsit eltévesztetted, itt szeretjük egymást. Ritka kivétel vagyunk a Facebook történetében, de itt szeretjük egymást, nem osztjuk egymást, ez egy pozitív oldal, amit egyébként egészen jól sikerült tartani. Sziasztok, Bezső vagyok, az Árja testvériség Magyarországi tagozatának képviselője. Megköszöntelek benneteket, Senestjén értem, hogy nem annyira kedvez, de lehet ezt disztingváltabban is elmondani. Drága barátom, szóval, hogy azért ez meló. Hát figyelj, szerintem... Ott kell lenni a Facebookon, ugyanis barátod, Bio Gabi is Facebook oldalt nyitott. Loppácska. Egyébként én belájkoltam, úgyhogy én nagyon tolom azt a szekeret is. Ugyanúgy, mint a tiéd, egy gyerekek, ha ő rajta van, akkor neked mondjuk kötelező. Mondjuk nagyon hiteles így az elmúlt évek, hogy Rákóczi Tóth Gábor szembeállása kapcsán. Nem, odaírtam, hogy gyerekek, itt van Bio Gabi, ez már majdnem a vég, én nagyon sok mindent szerettem tőle, bár nem értek mindennel egyet, de akit érdekel, azt csinálja. Első érte meg a száznapos tojás, de hát aki szeretne. Nem, a száznapos tojást azt értem. Én odaírtam, hogy én nagyon kedvelem a Gábort, nem értek mindenben vele egyet, de egy csomó jó dolgot ő azért mondott itt az elmúlt években. Mondott hasznosakat, persze. Egy kettő. Kint van a könyv, nem sokára. Kint van a könyv, nem sokára, gyerekek. Ott mosolyogsz az oldalod, Isten, te két hetet küzdött, mire átküldtem egy fotót. Ja. Szegény. Jó, hogy neked is szerintem fontos. Szerintem már a kiadóba volt, már árulták, mikor már rányomták egy ilyen vinyettával a képemet, mert két hét volt küzdés, mire átküldtem a képet. Na jó, van, sűrű lesz a mai nap, gyerekek, sűrű lesz a mai nap. Kassa Tibi jön hozzánk, egy utolsó kasza kedre, tényleg? Ja, nincs itt a Laci. Igen. Gyerekek, úgy néz ki, hogy még kedden eljön hozzánk Kassa Tibi. Egy utolsó kasza kedre. Ellátogat hozzánk, jön. És 8-tól jön Jakubcse Gabi is egy röpke kis interjúra, gyerekek. Mert hogy új könyve jelent meg. Úgyhogy őt is meghívjuk. Sűrű lesz a reggel. Jönnek, mennek a vendégeink, mindenki meglátogat bennünket. Úgyhogy klassz lesz. Na, elmegyünk egy picit hírezni. Jó, hogy állunk játékkal? Ja, csak mondom, hogy tegnap feltettük az univerzum császára. A mindent vivő, a 7 év királya, a Morning Show királya, mindent elvittünk. Úgy embert még örülni, nem hallottam a győzelemnek, mint a Jani, hogy nem rajta múlik a dolog, nem van. Én a magam részéről megtettem, amit megkövetelt az a, most ti jöntök. Hát, hogy így igen, jó, igen, az univerzum császáráért megy. A 7 év királyáért. De egyelőre 1-0, úgyhogy jól állunk. Feszültem be. Nem kell. Lazán kell. Akkor tét nélkül van. Lazán kell. Ha elveszítjük, buktuk az egészet. 6 perccel elmúlt fél. 7 Ákos mondja a híreket, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 4 perc van pontosan, 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és már is folytatjuk a játékot. Hogy állunk, 1-0-ra vezetünk az univerzum királya címét. De várj, ez csak az utolsó adásnapi játék, vagy az egész hetet tettünk? Az egész hetet föltettük, hogy aki ezt a hetet megnyeri, az az elmúlt 7 vagy 8 év tulajdonképpen bajnoka igazából, és az univerzum és a galaxis császára is király. Nagyon jó. És egyelőre 1-0-ra megyünk, úgyhogy még kettőt kell behúzni. És akkor megvagyunk. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Ákos vagyok. Szia, Ákos! Hello, Ákos! Honnan hívtál minket? Hello, sziasztok, Pécsről. Ülsz a budin, vagy nagyon fura hangod van?
Most ébredtem még, úgyhogy azért... Ja, most ébredtél. Be vagyok rekedve. Azt hittem, hogy gyerek van, család, feleség, és akkor bemenekültél a budira, hogy ott nyugodtan tudjál beszélni, ne ébredjen föl. Én szoktam reggel onnan beszélni, amikor hétvége van, és a család ne ébredjen föl. Na, most a konyhából. Konyhából beszélsz. Na, tudod, hogy miért megy a harc? Az univerzum császáráért, királyáért? Így van, ezért is jelentkeztem a játék, hogy szorossát együtt ezt az utolsó hetet. Olyan, nagyon sajnálom, hogy úgy tűnik, hogy tényleg az utolsó hét, legalábbis úgy hallottam. Minden reggel hallgatlak titeket, úgyhogy nagyon szomorú vagyok emiatt. És nem frusztrál egy kicsit az érzés, hogy az a konyhaszék, amin jelenleg ülsz, akár az univerzum császárának a trónja is lehet? Ez nagyon jól hangzik. Még csak hozzátehetsz, mert hozzátehetsz, tehát, hogy igazából nagyon kell a győzelem nektek, mert 1-0-ra megyünk. Még 2-be húzunk, akkor a galaxis királyai vagyunk, és a 7 év császár. No, hát már 1-1 lesz, úgyhogy. 1-1 lesz. Szórakozzatok már. Kivel játszanál, Ákos? Janival. De most látom itt a falon. Miért komolyan engem kell itt nyomasztani? Ennyi, hát rácáltak. De hoznod kell, bírnod kell, ha már föltettük, bírnod kell. Mehetünk? Megőrülök. Mehetünk? Mehetünk, persze. Feri elkezdte lejjezni, Jani. Gyerekek, nagy a tét, hozni kell. 3-2-1, tessék. Először játszol velünk, Zoli? Bocsi, nem hallottalak. Ott van! Ennyi! Ez az! Ennyi, gyerekem! Mondom, az elejére még beleteszek már rögtön itt most egy kis cselt, már hogy ugye Ákosról van, nem Zoliról, de még erre sem volt szükség. Megáll a szívem. Na, arra ugye mekkora király Zolinak szólítja, Jézus. Megzavarja, és benyomja a tudom, hogy kitől tanulod a trükkjeidet, de szívesen oktatok. Tehát szívesen tőlem lehet átvenni cseleket, vágásokat. Jó vagy, jó, de most hadd nyerje már én meg, vagy hadd zsebelje már be. Jézus, Ákos, hát most már nagyon nehéz lesz nektek. Hát, az a saját tiétek lesz, gratulálok. Jó, hát van egy kis előnyünk, mi minden nap játszunk a hallgatók meg ritkábban, de hát ez igazából sovány vigasz. Úgyhogy 2-0 ide. Köszi a lehetőséget. Ákos, mi köszönjük, nem egyszerű terhet tettünk a válladra, de hát pont ezért stresszeljük mi a hallgatót, hogy talán kicsit könnyebb legyen nekünk. Köszi, hogy játszottunk. Marad sima konyhaszék. Maradt konyhaszé. Nem lesz trón. Köszi Ákos, ciao. Szia Ákos. Hello. Ennyi gyerekek. Hát ennyi. Hát féltek, mi van? Veszélyeztetve korban vagyok, ráadásul családfenntartó, légy, ezt ne csináljatok velem. Nem akarok többet. Ott fut a gyáva. De fuha, hogy menekül, úristen. Két aranyal a nyakában. Csak mondom. Ennyi gyerekek. Egyet kell még behúzni. Biztos beépített ember, ne vicceljél már. Hát azért érted, akkor egy Jászfej Maridiát is akasztanak a nyakamba. Ezt akartam mondani, jó reggelt, hogy egész egyszerűen én tényleg annyira igyekszem, hogy az univerzum címéért olyan embert kapcsoljak be, aki soha, és érzem benne az akarást, és nézzétek meg ennyi. Ennyi, jó, Jani. De én törekszem rá, hogy hát ha, de nem megy. Annyira nagyok vagytok, hogy nem megy. 2-0. Azt írja Szala, hogy ismerősökkel játszatok, gyerekek. Szala, az utolsó napokon törzs hallgatok, ilyen fekete listára kerüli. Hát, nem annyira kellemes dolog, főleg úgy, hogy egyedül leszel rajta, mert nem sokára rászabadítom megint a rádióra az összes fekete listást. Jaj, már megint kezded. Jaj, Jani, ezt ne. Úristen. Viccelsz, kinyitom Pandora szelet. Aztán megsértődsz, aztán felhúzod magad, aztán helyre teszed őket, aztán letiltod, aztán másnap megint kinyitod, már 3 napja mondod, hogy kinyitod, aztán még mindig nem nyitottad, ki csak ígérgeted, mert igen, azt mondod, az utolsó évre kinyitod. Majd 7:10 akkor már nagyon dühös teszel, 8 óra, akkor már beolvasol mindenkinek, 9-kor megbánod, hogy kiintottad, 15:30 bocsánatot kérsz. De figyelj, ő beállítja a gépet. Komolyan, mint egy rossz előjáték. Essünk rajta gyorsan túl, aztán jöjjön a szex. Na, nem, ez a... Kinyitom, tessék. De mindjárt kinyitom. De most nyitom ki, most már mindjárt kinyitom. De ő nézi. Majdnem kinyitottam. Na, rá tudsz keresni a fekete listán, nem kell feloldani. Figyelj, be lehet úgy állítani, hogy megnézed, hogy mi van a fekete listán. Jó, de aztán nem akarom a durci fejedet 7-től 8-ig nézni, kámpicsorodva, hogy jöttek az SMS-ek, hogy nem tudom mi, meg hogy, meg miért, tehát akkor vagy szabadíts rá is röhögjél rajta. Őszinte lehetjük, gyerekek még iskolába indulnak, készülnek, hogyha hagynám, mondjam, most erre semmi. 8-1 perckor már válaszolnék erre a felvetésedre, keresetlen őszintességgel, de most még nem teszem. Hát kiborult itt ki a múltkor is, mert valaki megírt valamit. Hát akkor vagy szabadíts ki őket, mint az ártó szellem a palaszból és röhög, vagy ne szabadíts ki. De egy hete ezzel fenyegetsz bennünket, hogy mindjárt kinyitod. De azt nem, mondtad, az utolsó étre kinyitod, kell van. Na. Hát volt egy kis dolgunk tegnap. Hát akkor nyisd ki most.
Na gyerekek, Janit elvesztettük. Teljesen. Rá, most figyelj, jönnek a trollok, elkezdenek írogatni. De az a jó, neki, hogy az is írogat, aki nem volt letiltva, mert az hiszi, hogy tudod, vagy nem volt. Megvan? Megvan. Aha. Na, jön neki, szeretlek Balázs, király vagy Balázs, imádlak Balázs, hú de jó vagy Balázs, mikor ez gyertek át, pénteken Balázs, hú de jó lesz, szeretlek, nagyon várlak, király, Facebook oldal. Megnyitottad? Tényleg, látom, megnyitottad. Tényleg az SMS-et. Na, oké. Na jó, van, láttam, tényleg megnyitottad, mert jönnek. Drága hallgatók, 7 óra után 2 perccel elmegyünk egy picit hírezni, jó? Plusz 535 hallgató, jó van. Még nőd, igen. A 02-es végüt már nézd is meg, és akkor edd meg, amit főzik. Jó, hát persze most. Már vissza is kerültél, adjad. 7 óra után 2 perccel Ákos jön a hírekkel, aztán jövünk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up. És most, Klasszefem hallgató! Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klasszefemen. 7 óra után vagyunk, pontosan 17 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt! Egy kis orosz zene. Egy kis orosz zene, gyerekek. Nem? Ha már Putyin is fölhívta Trumpot, ha már Putyin is gratulált Trumpnak, akkor... Robi ezt készítette elő ezzel a dallal, ugye? Már hamarabb megvolt, hogy tudtuk, hogy Trump lesz a nyerő. Úgyhogy szép volt, ügyes, okos. Érezte ő ezt igazából. Érezte őt ezt. Most egyesével tesztet. Visszahívja egyesével a fekete listát. Szerintem most telefonál. Miért írtad ezt? Miért mondtad azt? Mi csináltad ezt vagy azt? Na, Balázs, már nincs kaszakert? Kérdezi Fabandita, de van! Gyerekek, de van! Hát jön hozzánk a Tibi! Egy utolsó kaszakedre eljön hozzánk. Mindig úgyhogy, 9-től volt a kaszakert. Mindig 9-től, most is így lesz. 9-től jön, egy kicsit sztorizunk, beszélgetünk, nevetgélünk. Tibi, reggelit hozzá létszik. Valamit, tényleg, Tibi. Legyen már az, hogy akik most, ugye mondtátok már tegnap is, hallgattuk az adás Zsüle, hogy bárki bejöhet, akit ugye jól ismerünk, igen, akivel van valami kapcsolat, hozzanak már valamit. Mint tudod, mire vágyom már napok óta erre a házilag készített, erre a szalagos fánkra. De tudod, az, ami a forró olajban sül, nem ez a Dunkin-féle ilyen mázas, hanem az a rendes. A rendes fánk. Narancslekvárral, vagy inkább baraclekvárral. Úristen. És Nutella. Úristen. Porcukorszórás. Azt a minden salag körbe. Gyönyörű, de ha nem szalagos, csak simán. Akkor is. Sima, jó. Az is jó. Az is nagyon jó. Na, azt mondja, hogy M3-os nagy baleset Magyarott környékén a Pest felé vezető oldalon, Gödöllőnél még el lehet szökni. Milf Hunter küldte nekünk. Nem tudom, hogy kerültem ide, mert engem a Peller Marjanék tiltottak le, de köszi, Jani, szabad vagyok, tanítani. Igen. De azt mondja, hogy ebben a pillanatban megindul az M3-as 7 óra 10-kor, kicsi, köszi, hogy elküldted, Gödöllő után volt a baleset, de most már akkor minden rendben. Igen, az M31-esre lehet kerülni, de elindultatok, úgyhogy lehet haladni. M1-es 88-as 89-es kilométernél Trafia hídon Győr felől közlekedőket mérik, jó a műsor, köszönjük szépen, és hát ennyi. Ezek a legfrissebb közlekedési hírek. Kösz, Zsülci, hogy fölrakod. Na, mi újság van? Ja, itt van, még ezt kerestem, igen, Szilágyi Erzsébet Vasor Szélkálmán felül a Trombitás útnál baleset akadályozza a forgalmat. Balázs Facebookjában mi van? Megvan a sok lájk, üdv Krisz. Hát alakul, ugye 250 000 volt a kitűzött cél követőben, és jelenleg még egy ilyen cirka 10 000 ember hiányzik ahhoz, hogy ez meglegyen, és biztosítsa Balázs rendszeres jelenlétét. Facebook jövőjét. Így van, Facebook jövőjét. Az egész Facebook jövőjét biztosítom azzal, hogy maradok. Az van egyébként, hogy a Márk is most nagyon be van feszül. A poszt hiány miatt egyébként levonhatnánk, ugye, mert az volt, hogyha nem posztolsz, az mínusz 5 000. De mi nagyon rendesek voltunk. Lehet, hogy ezt majd az utolsó napon elővesszük ezt a dolgot, de ez a 3 nap még arra elég. Ha lesz utolsó nap, hát hogy-e? Mindig van utolsó, hogy melyik nap az utolsó. Mindig van utolsó, csak nem tudod, hogy az utolsó. Jó, hát még beszéltünk róla, persze, de most megugrott ezzel az élő közvetítéssel, nagyon megugrott. Nagyon megugrott. Olyan jó filmet láttam, képzeljétek el. Na! Várjál, mindjárt kitaláljuk, hogy biztos ufós. Ufókok! De több ufókok vannak benne. De a nyelvészes ufókos? A nyelvészes ufókos. Na, ötödszörre beszélsz róla, most már végre akkor konkrétumot is létszik, mert eddig csak a trailerben táplálkozhattál. Az a vége. Nem. Figyelj, nagyon érdekes a film, és én nagyon szeretem. Az Érkezés című filmről van szó. Arról szól,
Már nem fog spoilerezni, jó. Tehát megpróbálom úgy elmondani. Aztán fel is beszél majd az étkezés című film. Nagyon szép film egyébként, nekem nagyon tetszett. Arról szól, hogy 12 ilyen hatalmas nagy földön kívüli űrhajó érkezik meg a világ 12 pontjára. De nagyvárosokat, Párizs, New York. Ausztrália, New York, Európa, mindenhol menjen. 12 űrhajó, 12 hely. Eddig logik. 12 űrhajó, 12 hónap, 12 űrhajó. És arról szól, hogy nem csinálnak semmit. Aztán csak várnak. Hát most fölcsigáztál azért. Csak várnak. De ez másfél órás vagy két órás a film, hogy állnak az űrhajó. Aztán volt egy jó két órás. Nem csinálnak semmit. Eddig ez durván formabontó. De nem csinálnak semmit. Nincs lövöldözés, nincs kis űrhajó leválik a nagy űrhajóról. Nem függetlenség napja, tehát nem a bugyuta, nem a bugyuta az kis fia. Nem csinálják ezt a fura hangot a szájukkal. Nem, tehát a függetlenség nap az egy ilyen bugyuta az kifi. Ez elgondolkodható. Nagyon érdekes. Bocsánat, egy fontos résznél vagyunk, te hogy lézerezel. Barom. Halott vagyok. Gondoljál már bele utána, jó? Na, tessék, vehetünk tovább, igen? Drága hallgató, az a baj, hogy szellemileg elszigetelődtem én ebben a műsorban. Teljesen egy sziget vagyok én, és körülvesz a víz, az óceán, a tenger, egyfajta elszigetelődés van szellemileg. Egy halott óceán. Halott óceán, igen. Holtenger. Hasukra fordult halakkal. Holtengerben vagyok, szellemi elszigetelődés zajlik. Szóval ott áll a 12 űrhajó. Túl okos vagyok. Igen. Igen, ott áll a 12 űrhajó, és felveszik az emberek velük a kapcsolatot. De sokkal inkább szól ez az emberekről, mint a földön kívüliekről, ugyanis azt boncolgatja, hogy mi történne valójában, ha megérkezne ez a 12 űrhajó. És hát most anélkül, hogy spoilereznék, csak nagyon vigyázok, hogy ne lőjem el, magáról a kapcsolat felvételről szól, és közben bemutatja azt, hogy lenne esélyünk arra, hogy egyöntetően elkezdjünk tárgyalni a földön kívüli űrhajókkal. Ugyanis itt nincs olyan, hogy vezető. Nincs? A náluk? Náluk. Nekik nincs egy putyinjuk, egy talán. Nem, nálunk nincs olyan, hogy a világ vezetője. Tehát eleve érdekes a dolog, hogy jönnének a földön kívülek, elkezdenének tárgyalni. Kivel teszi föl a kérdést a film? Annyit tegyél még, bocsánat, figyelj csak, tedd már eléciast ezt a banán szelet előtt, mert most húztam rá a makkomra, és néha megnyomom, hogy amikor túlspoilerezem a filmet, és akkor magamat így figyelmeztetem, hogy szabályzó. Annyira tartott, hogy tudja, hogy lesz belőle valamilyen önkéntelen mozdulat, hogy így levágom az ujjamat. Rárakod az ujjadra, tudja, hogy levágom. Léci, tedd le. Szóval kivel kezdesz el tárgyalni? Tedd már le. Az amerikaiakkal, a kínaiakkal, az oroszokkal, Észak-Koreával, mindenki mást akar. Van-e ilyen, hogy egység? Fel tud-e lépni egyáltalán egyöntetően az emberiség, hogy megoldjon egy problémát? Az amerikaiak azt mondják, hogy mi tárgyaljunk. Mi van, ha a kínaiak azt mondják, hogy lőjünk? Mi van, ha Észak-Korea azt mondja, hogy atomot nekik? Mi van, ha egyébként ők nem akarnak bántani, csak az emberiség paranoiája és az állandó fegyverkezés és az állandó háborús genetika és hogy az elmúlt 3000 évben mindig háborult, azt mondja, hogy ne várjuk meg, amíg támadnak, támadjunk inkább, mi abból nem lehet baj. Legyünk gyorsabb. Mi van, ha a békés szándékot te a támadással változtatod meg? Ők jó hiszeműen jöttek. De és nem át is akarnak... tudjuk, hogy mit akarnak. Nem mondom el. Nagyon érdekes. Egy csomó olyan dologról szól, de nem azt kell várni, hogy kijönnek kicsi őrlények, és azt mondják, barátságos szándékötünk, csicsú, és mindenki ha elmélyülsz benne, és elkezdesz azon gondolkodni, hogy igazából, amíg mi nem tudjuk összekovácsolni ezt, és falakat építünk, és jön a Trump, és azt mondja, hogy kerítés, és kell a kerítés a mexikói határa. És mindenki lő mindenkire, és mindenki figyeli a másikat, és közben fegyverkezik, és paranoiásan előre inkább a támadni akar. Van-e lehetőséged arra, hogy együtt megoldjatok valamit? Mondjuk azt, hogy megérkezik 12 űrhajó, ami bármikor mondjuk megtörténhet. Hát az bármikor. És azt arról mondjam. Szól a film, hogy ha nincs egység, akkor valójában van-e lehetőségünk kommunikálni földön kívüliekkel, vagy elbukjuk a lehetőséget, mert még magunkkal sem tudunk kommunikálni. Érted? Ez a film lényege. Segítek egy kicsit, hogy már ilyen szemmel nézd, mert egyébként hülye vagy. Igen, én érzem, ilyenkor is egyre lejjebb is szúszom, megpróbálom a monitor mögött elbújni. De egyébként az lenne, hogy hát ezek nem jöttek, nem volt elég űrlény benne. Te Balázs, én megnéztem ezt a filmet, békával, hát kicsi volt. Milyen űrlények, hogy néztek ki? Tehát egy mélyebb mondani valót nézzél. A kommunikációt úgy veszük nem mondom föl, el, azt már nem mondom Will el. Smith fölmegy be
nem megy Will Smith. Nincs benne Will legalábbis Smith, nekem ezt üzente ez a film, de aztán egy csomó mindenkinek csomó más üzenet. Elgondolkoztam, hogy valójában nem sok esélyünk lenne a kapcsolatfelvételre, hiszen még a fal másik oldalán, vagy a másik országban azzal az emberrel se tudjuk felvenni a kapcsolatot, inkább atomot rakunk, meg fegyverkezünk, meg lőni akarunk, mert a hülye paranoiánk és a hülye félelmünk, vagy világunk vezetőinek a hülye félelmei, azok azt mondják, hogy fegyverkez, inkább lőjünk mi először, mint hogy ők lőjenek. Mi van a földön kívüliekkel, ha megérkeznek? És egyébként tételezzük fel, mondjuk ne adj Isten, békés szándékkal jönnek. Vagy át akarnak adni valamit. Vagy tanítani akarnak valamit. A hülye Észak-Koreában meg elkezdi őket lelőgölni. Nincs neki atomi a Kim Jong-un. Akkor elkezd lőni Pakisztán, India, vagy Kína azt mondja, hogy oké, úgy érzem, fenyegetnek, én inkább lőni kezdek. Aha. Az amerikaiak azt mondják, ne lőj, hülye, ne lőj, hát még nem bántanak minket. De a kínai meglő. Hát erről így szól a film. Ilyen a magyar szinkron, majd ezt még egyszer ezt érjétek. Hát Chuang-Xing lőni kezdek. A kis mandarin. Ne lőjél már, te hülye, hát ő. Szóval jó, én nagyon szeretem az ilyen filmeket. Jó, de végül van legalább. Nem mondom el. Aha. De akkor azt mondod, hogy van olyan élvezeti nektek érték fog, benne, nektek nem fog tetszeni, nem fog tetszeni. Nektek nézzétek meg, nektek nem fog tetszeni. Sokat beszélni. Nem fog tetszeni, nem vagytok elég mélyek. Az öltségzabáló frusztrált törpék és a disznózzabáló tarfajok, ne nézzék meg. Nem vagytok elég mélyek. Ehhez kell egy kicsit elmélyülni. Nincs benne. Nincs Csubakka, nincs Han Solo. Nincs lézerkar, nincs lövöldözés, ez más. Ez más, de tudom, hogy van egy-két hallgató, aki ilyen szemmel nézi majd meg, és neki viszont tetszik. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes, hogy mit akarnak ezek a kis lényecskék. Aha, de ez már nem volt benne abban a filmkritikában, amiből lesz kiolvasni. Mutatják a lényeket, ez egy novella alapján készült. Nem. Egy novella alapján készült, és mutatják a lényeket. Na, de hál' az ufókok? Nem, azt nem mondhatom el. Hát akkor előre, hát nagyon spoilerezzék. Hát tök jól van fölépítve, mert egy csomó ideig nem mutatják az ufókokat. Mint Geronazzo Mária másnaposan. Hát igen, mint Geronazzo Mária és Bach Szilvia közös gyereke. Ez akkor tényleg csúnya. Ilyen vagyok be. Szilviában milyen. Ja, hogy tudnak utatni. Tehát Geronazzo Mária és Bach Szilvia két anya. A Szilvit csak azért raktad bele, mert tudják utánozni Louis Armstrongot. Igen, és Louis Armstrongot kívánunk. Tehát Geronazzo Mária és Bach Szilvia a közös anya, és mit tudom én, nem tudom ki, mondjatok egy apát, és Pataki Attila az apa, és ebből születnek meg a kis lények igazából. Hát de most attól szóval nem lövöd el a végét, hogy ezek zöldek, nagyok, folyós, kicsik, átlátszó, nem rózsaszín. Tudom, milyen átlátszó, nem rózsaszín. Nem, azért nem lövöm el, mert szerintem az kifirajongók mindig azt várják, hogy hogy ábrázolják a földön kívüleket, újat, vagy régi sémák, vagy régi modellek alapján, vagy régi már valahol látott modell alapján veszik le és koppintják akkor le. Akkor keringő elektronok. Nem. Tripodok, köcsén, tripodok. Csápos nyálkások. Tripodok lesztek ezek, te tripodok. Szóval most úgyis lesz egy kis időtök. Ah, megint egy film, amire nem kell gyűjteni. Megint egy film, amire. Én megint megnézem a Predátort. Meg a még 48 órát. Drága hallgatók. Alien versus Predátor. Na. Az film. Igen. Pusztítás Las Vegasban, vagy pusztítás Los Angelesben volt valami. Valami földön kívül. Várj, Las Vegas, hogy csata talán valami. Na mindegy, érkezés ez a címen. Jó. Nézd meg, Feri, hogyha igazán jó fúsz, mert akarsz látni, akkor nézd meg a csatahajót. Nézd meg a tipodok az ágy alatt. Folyik benne a ektoplazma. Nem, olyan filmet is tudok ajánlani, de még korán van. Igen, Szala írja, Fater. Igen, egyébként tényleg most, hogy magam elé képzeltem a földön kívüleket, abszolút így van, Fater Baló György. Buter Bach Szilvia és Geronazzo Mária. Na, így néznek ki. De a Szilvia nincsen semmi volt. Így csak fura hangokat ad ki magából. Igen, és sokkal inkább egyébként azt gondolom, hogy sokkal inkább szól az emberekről, mint magáról a földön kívülökről, és nekem ezért tetszett. Mert nem arról szól, hogy most milyen űrhajó, meg milyen lény, hanem, hogy mi mire vagyunk képesek. Tehát ufókok jönnek, de megmutatja, hogy ti emberek mire vagytok képesek az ufókokkal. Szerelem van benne legalább. Hát ezt nem mondhatom el. Jó, hát így beszélgetünk valamiről, amire minden más. Hát ez soha mert akkor beülsz? Hát mert legalább a romantika. Ha smárolnak benne, akkor beülsz? Ha persze. Egy jó csók, nyelves. Na, az nincs bennem. Gyerekek, 8 óra után jó hozzánk Jakub, csak Gabi! Sokszor hívtuk már, sose jött, de most, hogy könyve van, eljön. Úgyhogy ezt meg fogjuk azért neki is említeni, hogy
Nagyon sokszor próbáltunk mi téged ebben a műsorban meghívni, de most, hogy könyved egyszer van, Gabi. De most, hogy fontos számodra, és hogy itt legyen. Üdvözlünk önünkben. De ebből látszik, hogy nincs bennünk büszkeség. Műsorkészítői büszkeség nincs bennünk. És hogy benne se. Mert hogy nagyon sokszor hívtuk, és valóban nem jött, és most, amikor neki könyve van, nem mondtuk azt, hogy na most viszont most már nem kell, hanem kedveljük Gabit. Én egyébként kifejezetten kedvem, és azt mondom, igen, még ennek ellenére is, mert a műsorkészítés nem egy egóharc. Mi profik vagyunk. Na most akkor, most mondta a taxinak, hogy a taxisnak, jó, álljunk, ne forduljunk még vissza, most egy kicsit álljunk. Inkább bemegyek az MTV-ába. Mi lesz a vége, azt mondja, nem, oda nem. Lehet, hogy bemegyek. Az MTV-ába Gabi most nem megy nyilatkozni az új könyvéről. Hozzánk viszont jön, úgyhogy nem sokára vele beszélgetünk. Majd kérdezi egy hallgató a filmről, nagyon jó, nagyon tetszik az SMS. Értem majd? Nem, hát ebből nem. Jó, de nagyon jó. Meg lesz. Így, hogy adtam egy kicsi sorvezetőt, vonalvezetőt, és már ez ezzel a szemmel tudod nézni, melyik azt mondta, hogy milyen szar ufókos film. Így, hogy megértetted, hogy miről szól, mert elmondtam, így kaptál egy kis segítséget. Így van. Úgyhogy érteni fogod, egyébként erős kihívás lenne, de segítettem. Sírre tettelek, hogy miről szól ez a film. Vagy hogy kell nézni ezt a filmet? Gondoljátok, hogy akkor mindig az értetlenek mencsvárára, akiknek nem jön át az üzenet, hogy nekik azt szokták mondani, a film mondani valója mindenkinek más. És nincs befejezése. Még azt szeretem a legjobban, amikor ott állsz, érted, és már emeli a kést, és nyit. De milyen kést? Te hülye, milyen kést? Nem, most már Hitchcock filmen ültél utoljára, emeli a kést. Emeli a kést. Nem, úristen, nem. Ez és milyen szar film lehet? Bármi is, ez nagyon szar. A kurkatöltő karjára. Igen, érted? És ott vége. Ott sír a malac a keze alatt, sír, emeli a kést, és vége van. Nem azt tudjuk, hogy a malac kinyírjuk, és nem tudod meg, hogy be tudja tölteni a hurkát. Nem, vagy gyerekek, a Feri kimozdíthatatlan, a hurka kolbász kés, malac turkeve békés csaba. Elszakor bent a zsiga a hentes a nyári konyhába, a egyik kezében ott volt a igazi, másikban nyer a művér. Nem. Felemelt és azt mondta. Először ittunk egy pálinkát. Ki a gyilkos? Igen. A döntésem pedig, és ittunk egy pálinkát, és a döntésem pedig, az embernek egyébként meg legyen szilárd világnézete, érted? Erre lehet alapozni. Van kolbász a kabrába, vagy nincs. Ha nincs benne, éhen halsz. Ha van, akkor mehetsz ízé hülye filmet. Drága hallgató. Értitek már? Elsziget előttem. Ennyi. Ez elsziget előttem. Hát ennyi. Na, azt hiszem, tényleg túl okos vagyok ez a műsorhoz. Ennek van vége a filmnek. Van. A hentes ember visszavág. A mozikban. A véres hurka újra támad. Ne! Hagyni Major Annát már! Ne! Hentes ember 2. Decembertől a mozikban. Ki kell mozdítsuk Ferit? A végét. Ki kell mozdítsuk Ferit a Békés Csaba Turkeve Bőlév Fesztivál Bermuda háromszögből? Tehát de adunk el más értelmet. Nagyon jó. Ez jó hely. Nem akarok menni az sehova. Az Abáló trilógia folytatódik. Beleesik az Abálóba a fej. Egy véres malac. Nagyon jó. A terhes malac visszavág. Igen. Na. Nagyon jó. Vannak jó magyar filmek is egyébként, csak mondom. Még egy. De most már vége a kulturális fél órának. Tessék? Mi azt hittem, még egyet ajánlasz. Bárhol megyünk, ha lesz egy új hely, akarok egy mozis blokkot magamnak. Na, szabad egy órát. Majd adáson kívül 11-től megtartom az értekezletet mindig. Jó. Minden csütörtökön 11 órától az irodában. Mozis blokk Balázsra. Te 3-4-11-kor hazamentek, én meg egyedül tartok egy fél órás film. Jó, és de akkor legyen film a Ferinek a rovata, csak és kizárólag a húsiparról. Legyen az a cím, hogy pörzsölő. Pörzsölő. Olyan volt. Tényleg. Nem az, hogy igen. Azért nem használjuk. Ha folytatjuk, legyen mindenkinek saját rovata. Ferinek a pörzsölő. Az Istázió. Nekem valami filmes rovat, igen. Vagy színház, lehet film, színház, muzsika? Persze. Lehet? Igen. Az is volt már, úgy emlékszem. Moziban voltam, színházban voltam, és megnéztem egy nagyon jó koncertet hétvégén. Úgyhogy minden. Film, színház, ná legyen. És akkor nem fognak minket plagizálni. Bali, légy szíves, mondjál filmcímeket az elmúlt 5 évről, amit érdemes megnézni. Na, sorolom. Ezek nagyon jó. 2009-ben. Így azért egy picit nehéz választani. Igen. Kezd a Titanic-kal. Igen. Az análvonaton nincs megállás, ezzel kezd. Hírek. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3-4-8 múlt, pontosan 2 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk.
Egy jó kis YouTube, egy jó kis YouTube, milyen jó. Ha egy koncertet kívánhatok még az életben, akkor az egy YouTube. Nem voltam még soha. Én nagyon szeretem őket, vagy hát így közel van hozzám, és mindig azt mondom, hogy ha egyszer végre eljuthatok valahova, lehet egy ilyen utolsó koncert kívánságom, az egy YouTube lenne. Hát a koncerteznek. Járogatnak, igen. Igen, sose volt közel, tudod, én meg úgy nem, hogy ez most el Londonba, pedig hát egy tök normális dolog, most már 6000 forintért vesz a repülőjegyet. Igen, nagyon dura másfél óra az igen, út. Tehát, hogy nem megértem, hogy nem vágsz neki, mert embertelen körülmények vannak, hogy felszállsz a vízre, mész egy másfél órát, leszállsz, este koncert, másnap visszajössz, hát ez... Nem engedik át a kolbászt. Az is igaz, hogy nem vihet fel, éli hús nem lehet fölvinni a fedélzetre. Mit tegyek azok rá, hülyék nincsen, ott nincsen semmi. Na, olvasgatom a Fanándor oldalát egyébként, baromi érdekes, hogy éppen hol hajóznak, ugye a Spirit of Hungary-vel ő a vendéglóban hajózik, és hajónaplót vezet, most barátkozom a honlapjával, és nézem a bejegyzéseket, hát egészen hangulatos kis írományai vannak, tök jó. Én meditatív jelleggel érdemes fellátogatni az ő oldalára, mert hogy van, amikor, ugye nyilván, amikor lehetőség van, hogy az időjárás engedi, akkor ír egy ilyen kisebb összefoglalót, hogy éppen hol van, milyen vitorlát tesz fel, a háromnegyedét igaz nem érted. Tehát nem nagyon tudod. Úgy érzed, hogy a szakmának szólnak. Nem nagyon tudod, hogy tulajdonképpen, hogy miről beszél, milyen átjáró, és az A7-est miért cserélte A2-esre. Remélem, Nandi jól döntöttél. Én nem cseréltem volna le az A7-es. Ha teljesen őszinte vagyok, nem cseréltem volna le az A7-es. Ez döntés, még jó. Azt írta, hogy 16 csére gyengül a cél, gondolom csomó, azt még azért én is értem. Az A7-est A2-esre váltotta. Lehet, hogy egy A4-esre váltottam volna, ott vagyok, de ezt ő tudja. Most ő van ott. Most ő van ővi ott. A felelősség. Ővi a felelősség, én lehet, hogy... német autónál maradtál volna. Igen, én az A6-ban jobban hiszem, illetve a Q7-ben, de szerintem nem. Igen. Szóval a lényeg, hogy nagyon jó az oldala, és azoknak is, akik egyébként amatőr hajósok, vagy csak egyszerűen kíváncsiak, hogy mit a fenét csinál egy ember majdnem egy évig egyedül a vizem, akkor érdemes elolvasni, baromi jó ír a szélről, hogy milyen halakat lát, hogy min gondolkodik közben, hogy ezek az ugróhalak, ezek a repülőhalak, ugye ezek fölugranak az ő fedélzetére, koppannak, vagy elpusztul, vagy nem, oda kell menni, meg kell fogni, vissza kell meg dobni, kell sütni, hogy vergődik, hogy van, amelyiket megsüti, hogy azzal mi történik, hogy mennyit vesz a súlyából a sütés után, tehát hirtelen te is ott vagy a hajóján, és... Hát azért van ideje, mi ezt kitalálni, hogy mennyit vesz a repülőhal, súlya, mire megsül, összemegy a harmadára, csak a kimoshatatlan szag marad az edényben, az orban nincs, mindenütt írja a Nándi, aki jelen pillanatban is egyébként valahol Afrika mellett hajózik lefelé, ugye, megy, és aztán elindulnak majd ugye alul végig. Ugye az azt óceánokon. Föl egyébként, talán tegnapi hír, hogy följött a 18. helyre, megelőzött megint embereket. Ennek egyik oka, hogy például képzétek el az egyik versenyzőnek, a vége, az árbóc végével valami baj lett, és ez a drága ember úgy döntött, hogy fölmászik, ez 28 méter magasan van. Igen. Úgy, hogy egyedül vagy a hajón, tehát ott hagysz mindent lent, fölmászol 28 méterre, és lefűrészelte az utolsó egy métert. Hát mert ez az... van. Igen. Megoldott a problémát. Fölmész lefelé, pont ír róla egyébként, hogy neki most meg kell állni valahol, és ott ki kell kötni, de nem kaphat segítséget, mert ha föllépnek a hajójára, vagy megközelítik, akkor kizárják a versenyből, és azt írja Lendi, reméli, hogy a hatóság ezt tudja, hogy nem megy oda a hajójához közel, mert akkor viszont kizárják, és akkor még a civil lakosság, aki majd odaevez, és bedobálja neki, nem tudom mit, a kaját, meg nem tudom, azzal lehet valamit csinálni, de nem igazán jó, ha oda megy a hatóság, mert akkor kizárják a versenyből. Szóval ez a Spirit of Hungary oldal, és érdemes meglátogatni, az embernek van pár perce, nagyon jó így olvasgatni, hogy valahol most ott van egyedül kint a vizen, küzd, bár most nyugis időjárás, hogy Afrika mellett megy le, az még nyugis, majd ha leér, akkor ott vannak a csúnyább dolgok. 200-300 méter hosszú hullámok, 10 méter magasak, ugye ezt elmondta nekünk telefonon, az jön majd nem sokára, de egy gyönyörű 28 fokos napsütötte vizen hajózik lefele Afrika. Most ment el a Zöldfok szigetek mellett, vagy a Zöldfok szigetek mellett, és megy lefelé. Úgyhogy nagyon klassz az ő oldala. Érdemes követni. Egy gyönyörű fotók is vannak. Nagyon szép, igen, tényleg jó. Jobb videók, tehát az egész oldal egyébként nagyon rendben van. Lájkold már be a saját Facebook oldaladról, ahova már csak 10 000 like kell. Én nem tudom, hogy tudok-e mást lájkolni, vagy tudok megosztani, tudok? Meg lájkolni is. Nem nagyon tudok, mert én valami... Lájkolni. Hát nem, valami nem tudok, mert más admin vagyok. Kedvencek közé föl tudja venni. Igen? Igen.
És akkor te látod, hogy nekem mi van a kedvenceim között? Uh-huh. Igen, hogy te szereted. Tehát azért össze-vissza ne kedvencezzél. Hihetetlen ez a Facebook, mi mennyi mindent kell tanulnom. Van ilyen, hogy kedvencek. Felveszem a kedvencek közé. Komolyan. Vagy. Vannak, csak otthon van a személy számítógépen, mert vannak kedvencek, de ott csak pornó oldalak vannak. Úgyhogy ezen meg akkor kell egy kicsit. Kell egy kicsit tanulnom. Fura lenne, hogy ott feltűnne Fanándor is. Igen. Zavarnak. Azért picit igen. Mindig bevillan az a kedves mosolya. 8 nap, 18 óra és 50 perc. Ennyi ideje mennek. Ennyi ideje mennek, igen. Igen, lehet látni a térképen, követni őket, hogy hol vannak, szóval tényleg szenzációs. Na játszunk egyet, már itt is van a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Szia, halló, jó reggelt! Hú, de örül valaki. Hú. Igen, nagyon örülök. Hello! És nem csak egyedül, hanem ketten vagyunk. Na, ki van még ott? Az egyik csoporttársam valaki, a lakótársam is egyben. Igen, de ő nem örül. De nagyon örül, csak ő nagyon nem akar hangosan örülni. Vanessa és Viki. Igen, én mint valami jó legény búcsú. Jön Vanessa és Viki évfére. Nem olyan Vanessa, ilyen. Két óra, mindjárt itt vannak. Kiki csoda, ő Vanessa, ő Viki. Igen. De mind a kettő nagyon barátságosak. Igen. Honnan hívtatok, Győrből lányok, azt mondtad, hogy mit csináltok? Igen. Hát most jelenleg makettezünk már tegnap reggel óta, és egész éjszaka fenn voltunk. És nem vagytok már idősek ehhez, hogy makettezzetek? Hát építésznek tanulunk, úgyhogy ez ilyen kötelező. Azt hittük valami slang. Nem. Hosszú volt az éjszaka, makettesztük, ha értitek. És ez tartott minket életben, hogy na nem baj, 5 óra van, de nem baj, 1 óra a morning show. Figyeljetek, és akkor tök jó. De nyugtassatok meg, hogy nem valami tésztahidat építhetek. Az a legjobb. A persze, igen. Komoly tudományos dolog, hogy egy métert úgy áthidalni, aha, hogy minél nagyobb súlyt elbírja. Aha. Hát figyelj! Mi a makett lényeg, vagy mit csináltok, Vanessa? Lakóépületet tervezünk jelenleg. 5 fős család részére. És ez miből? Kartonból, papírból, pálcikából? Hát papírból csináljuk, de igazából nagyon sokféle anyagból lehet. Csak igazából pénztárt a kérdése, mert hát lehet acéllemezből is, meg ugye eszközök. Csak ott tanultuk papírba... közben róla, statikailag mi tartja, hogy tartja, mennyit igen, tart. Főfalak, ilyen fal, olyan fal. Tervezés, elmélet, mindenféle van. Persze, ez is értek picit. Jó, oké. Figyelj, ez egyre rosszabb lesz ezzel a 3 napon már. Hányan elárulgatok, hogy tudtam mondani egy-két szakzsargont. Hát most mit csinálj, képzésmérnöki szakon? Másoddiplomás képzésemet építészmérnöki szakon szereztem. És akkor most ki játszik? Te játszol, Vanessa, vagy a Viki is játszik? A Viki is játszik, de itt mondja mellettem, hogy ő neten hallgat titeket, és hogy késik az egész, és nem tud nekem majd segíteni, amikor ki kell találni, és hogy nagyon izgulok. Ő most még hol tart? Fanándornál éppen? nem tudom, hol tartasz. Nem, az UFO-knál. Igen, az Érkezés című filmről beszélsz, Balázs. Jó, mert az 7:30 előtt volt. Oké, hát akkor megvárjuk, míg odaér a net, jó? Tehát legyen az, hogy mi megmutatjuk itt, és akkor szóljál, a Viki is megkapta. Okay? Jó, szólok, majd bólogass, Viki, megkapta. Próba. Jó. Na figyelj, akkor most azt mondjuk, hogy próba, Viki, tegye fel a kezét, te meg mondd azt, hogy most, amikor föltette a kezét, figyelj. Jó, okay. Jó? Tehát Viki fölteszi a kezét, ha meghallja, hogy próba, te meg szólsz, hogy most tette fel a kezét, figyeljetek. Oké? Okay? Próba. Most. Hát ez elég sok. Akkor ti még tényleg az Érkezés című filmről halljátok az élménybe számolókat 7:30 előtt. Figyelj csak. Bejössz, Viki. Várja. Most akkor megint, amikor ő meghallja, hogy a felekezdő. Elkirult már. Igen. Mi van rajta, Viki? Vagy mi? Mi van rajta, Viki? Na figyelj ide, van egy híres emberünk, egy szólásmondásunk, egy tárgyunk, meg egy városunk. Ő a szólásmondásra tavaz. Szólásmondás. Na hát akkor hallgassátok meg, óra indul, figyeljetek, így szól. Akóf Séveg, Omix, Kekos. Na, mi lehet ez? Akóf Séveg, Omix, Kekos. Sok. Nem tudom. Kampkos. Viki, segíts, megkaptad már? Omix-e. Hát ez a Omix-e, hát ez könnyű. Omix-e. Sze. Omix-e. Kos. Ó, most kaptam el.
Ja most, most, ja most jött az első feladvány. Na, akkor legnagyobb, még mondhat valamit. Én meg annyira izgulok, hogy körülbelül azt hiszem, fiú vagyok-e, vagy lány, és így egy kicsit nehéz. Lány vagy, Barisza, oh, lány vagy, Miki milyen, milyen jól szórakozik, igen, igen. Most ment rá a farand a Spirit of Hungary oldalára. Na, tehát akkor mondjatok valamit. Sok? Sok, igen. Sok eszkimó. Sok eszkimó, kevés fóka. Én nem tudtam, hogy van ilyen szólásmondás. Sok eszkimó. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Sok eszkimó, kevés fóka. Nem már. Sok, egyébként nem úgy szoktam, hogy sok az eszkimó, kevés a fóka. Csak az már valószínű, hogy Lacinak bonyolult lett volna. Hogy... Jézusom, hát így miből fogjuk inni a kávét? Reggel 5-kor. A markotokból. Nem már. Igen, fordulj is modellházat. Igen, papírpohár. Nem hiszem el. Igen, de hát... Na, no, valami más. Nem hiszem, talán tegnap adtatott még valakinek. Jó, kérje valami gyorsan, ez nem volt jó, mi hibáztam. Állat. Az már nincs. Cseréljetek helyet, Viki jöjjön előre. Jó, most akkor Vikit adom. Jó, állat már nincs. Na, mondj valamit, Viki. Szia, Viki. Na jó, maradjuk. Kinyírtátok saját magatokat. Építészmérnöki szakon vagytok, miért tudnátok kezelni azt a frágya telefon? Nem az én telefonom, Ambika, a saját. Én leverült a kártya. Adire, nem adom. Hát akkor ez ennyi. Hát most nem tudom, mit csinálni. Megszakadt. A pirossal átveszem a hívást. Szegényeknek pont megszakadt. Ha az élet úgy akarja, nincs ajándékcsomag. Mi pedig feladtuk volna még a következőt, nem? Mi akartunk. Akartunk, de akkor ez megszakadt. Mindegy, pedig. Pedig éreztem, hogy van ezt a bőven. Úristen. Kettő perc, pontosan 8 óra. Jaj, csak a gulagolj be. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Egy barom jó kis Red Hot Chili Peppers után, gyerekek, hát a zenei kínálat, komolyan mondom. Kivirágzott. Minden rosszban van valami jó. Hát most vagy véletlenül könyököltek rá a pultra, és átugrott más zenére, vagy ha ez tudatos választás, akkor viszont remek. Szóval azt gondolom, itt az utolsó egy-két hétben nagyon jó zenéink vannak. Automatára van állítva a szerkesztés, és ilyenkor azokat a bugyrokat is fölkeresi a szerkesztőgép, ahol még soha nem járt. És ezek vannak benne. Igen, tényleg nagyon jó zenék vannak. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. 7-es főút 194-es 195-ös kilométerek között Nagykanizsa felé favágási munkálatok vannak. Szada belterületén lerobbant teherautó lassítja a forgalmat. Gyerekek, még az is lehet, hogy a Tibi elkésik, mert hogy Szadáról jön. Veresegyházig áll a sor, Speed Tommy küldte nekünk. Éles saroknál busz és villamos ütközött Kőbánya felé, az Őrshez ért térnél a sor vége, mindenki vigyázzon, valamint a 83-as úton Pápánál trafiznak, vigyázzon, aki erre jár, ezt Peti küldte, köszi Peti, hogy elküldted, és van még egy Fehérváron a Parkcenter kereszteződésében karambol van, a sor már a metrónál áll, kb. 800 méter lassan tudnak a fehérváriak haladni. Nem tudtam visszaállítani, illetve vissza tudtam volna tulajdonképpen állítani a fekete listásokat, de sokkal szórakoztatóbb az, hogy beállítom az SMS falunkon azt, hogy fekete listás feladatom, és utána pedig elolvasgatom az SMS-eket, a frissen érkezetteket, és ezekből rögtön ki is derül, hogy nagyon jól döntöttünk, amikor annak idején őket fekete listára tettük, mert bebizonyítják a mostani SMS-eknek a hangvételével is, hogy hát igen. Jó, hát ez a te játszótered, csináld, abszolút, tehát, hogy ez a te harcod, én ebben nem tudok veled menni. Megérkezett hozzánk a mi vendégünk, Jakub Cseh Gabi, hello Gabi, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Köszönjük szépen, hogy a 8. hívásra bejött. Na erről egy pillanat, mert majdnem elkaptam a kormányt az ülői úton, amikor ezt hallottam. Bennetek az nem merült fel, hogy én valamilyen okból nem jöhetek be? De! Csak nem tudtuk, mi az az ok. Ügyes vagy. Csak hogy értse mindenki, hogy ez egy órával ezelőtt történt, mi felvezetők, jön a Gabi hozzánk, és ennek nagyon örülünk, és nagyon vártunk téged. Majd megemlítettük, hogy azért volt pár, amikor mi alkalom, amikor mi téged felhívtunk, és szeretünk volna begyere, vagy pozászoljál valamihez, vagy csak vendégként, ugye, hát meglátogass bennünket. Az első meghívás még a szalagavatunk idején.
De akkor még tanítottalak. Igen, akkor valamiért lemondtam. Akkor még mint tanárnő úgy szólítottam. És akkor arra beszéltünk, hogy nem jöttél, és akkor megjegyeztük némi szarkazmusra nyilván, hogy viszont most, hogy van egy könyv, ugye most viszont itt vagy, és hát János akkor még erre rátett. Játszott egy néhány lapáttal, hogy ugye nem jött, de most jön. És akkor mondtam, hogy oké, nem baj, mert mi egy ilyen műsor, hogy mi megkérdezzük. Nagyon aranyosak vagyok. Miért nem jöttél eddig? Én tulajdonképpen a felhívásra jöttem, mert tegnap azt mondtátok, nyitott a stúdió, aki erre jár. Igen, van egy ilyen felhívás. Ha a könyved van, CD-d, meg gyerekek, tegnap Norbi update felhívott, hogy akkor jöhetünk JK-ban. Mondom, Norbi, mondom, ha könyved van, CD-d van, és a kultúrát támogatod, akkor. Kiad egyet holnapig. Úgyhogy mondom, Norbikám, aranyos vagy, de nem. Nem is hoztál könyvet, mondjuk. Hát Balázsnál van. Nálam van. Ja, figyelj, de azért van a Balázs, nem, mert majd ti kölcsönözhetitek. Jó pénzért kölcsön tudom adni. Igen, rongyosra olvastam. Igen, rongyosra olvastam, már pecsétes, igen. Na, gyerekeket szóval engem nem engedtek. Nem engedtek ez el. Igen. Én minden egyes alkalommal megkérdezem. Ugye úgy volt a belső szabályzatban, hogy le kellett jelenteni, hogy ki hova szeretne elmenni. Azt én soha nem értettem, hogy ti milyen rossz fát tettetek a tűzre, hogy titeket nem enged, hogy hozzátok nem engedtek. Mondták, hogy persze bárhova, de hova? A Balázsék közé, ahogy, de nem. Igen, vagy annyira féltett kincs lehettem, hogy féltettek tőletek. És csak ilyenkor mondanak okot, hogy miért nem. Tehát azt mondják, hogy morning show, akkor nem. De nem mondták, hogy azért nem. Kapsz egy levelet, hogy ok, vagy nem ok. Pont. Hogy oké vagy, de nem indokolják, hogy miért. Vagy, én nem kaptam olyan levelet, nem kaptam, amit indokoltam. De néhányszor elmondtam az MTVA híradójáról a véleményemet, és ez valószínű, hogy az ott ülő fejeseknek kevésbé tetszett, és akkor így kerültünk mi, hogy mi se oda, igen, és onnan ide se senki. Igen. Lásd például Szújó Zoli, akit nagyon szeretünk, mert nagyon jó volt, igen, a munkakapcsolat, nagyon sokszor szerettük volna felhívni, ez ment 6 évig is, aztán én 4-szer elmondtam a véleményemet, és utána Szújó Zoli nem jelentkezhetett be, igen, többet a Morning Show-ba. Ami azért is volt érdekes, mert azért, ha mi beszéltünk arról, hogy Form 1-es közvetítés, akkor nyilván mutatható volt, hogy picit többen is oda kapcsoltak. Miért az számít? Ja, ne, náluk? Az MTV-re számít, ez sose számított. Itt teljesen másfajta érdekek mentén működik a műsorkészítés és a műsorszolgáltatás, úgyhogy ez önmagában nem gondolnám, hogy számítana. Na, és akkor mostantól megint nem jöhet 10 ember. Most ABC sorrendben nyugodtan leveltitek a következő. De Rákai Kálmár például jöhetett. Mert ő engedélyt adott magának. Szerintem, amikor Filko itt volt, akkor ő már nem volt MTV-es. Tehát akkor ő már úgy volt itt a Zene TV-s műsorvezetőket, amikor egyeztettük. A barátok közt, aki egyszer MTV-es lett, az is maradt. Igen. De jó, hogy erről most már ilyen felszabadítóan lehet beszélni, nem? Vagy ez ad az embernek valami könnyedséget, ugye? Nem az intézménnyel van mindig az abban működő szabályokkal van a baj. Igen, mert az épület az ugye adottság. Persze. Éppen esztelen dolgokkal van a baj. Az meg ott volt bőven például, ahogy tőled elbúcsúztak. Hát az volt, igen, de hát az ma azóta, még a sorokat róljuk, újabb 150 embertől elbúcsúztok csak. Hát, ha csak a felét elmesélni annak, amit kint elmeséltem. De jól no. No. Amikor gondolom, hallották, hogy te könyvet írsz, ugye a címe Megúszhatatlan, ahogy a gyermekeimnek elmesélem címmel. Akkor biztos mindenki azon gondolkozott, hogy na most ez egy jó, szaftos botránykönyv lesz majd, ahol a Gabi kitereget mindent, és elmondja többek között, hogy mi történt abban az 5-10 percben, amíg téged például abban az ominózus irodába behívtak, és letettek valamit eléd, vagy nem botránykönyv. Aztán én a kezembe vettem, és kicsit szomorúan konstatáltam, hogy nem igazán botránykönyv. Ami nem feltétlen baj, nem csak a te történeted most valahogy ezt hozza, hogy igenis azt is tudni akarják, és legyen szó arról is, ahogy egyébként persze nyilván szó van, hogy mi történt ott, hogy rúgtak ki, és te majd most jól megmondod mindenkinek. Aztán ez inkább azért egyfajta elmélkedés az élet nagy dolgairól, amennyire én láttam. Igen, mert azt gondolom, hogy nem azzal van a baj, hogy valakit elküldenek, hanem azzal van a baj, hogy csinálják mindezt. Mert ok mindig van. Tehát mindig van egy létszámleépítés, mindig van egy valamilyen irracionális ok, amiért mindig jön egy ember, aki kevesebbért megcsinál valamit. Biztos ti is fogjátok ezt itt tapasztalni majd. Szóval, hogy mindig van valami ilyesmi. A baj mindig a baj azzal van, hogy nem kell legalizálni bizonyos etikátlan lépéseket. Tehát oda lehet menni valaki, az is azt lehet mondani, hogy te figyelj ide, sok a pénzed, kevés a pénzed. Nem hozod a nézettséget, hozod a nézettséget. De amikor nincs veled baj, és ezt én bátran mondhatom, hogy nem történt ilyen, akkor nagyon nehéz a szemedbe nézni, és akkor jönnek a mismás, susmás dolgok.
És szerintem ezt nem szabad hagyni. Szóval nem baj, hogy ha arról mi beszélünk, hogy nem így kéne normálisan menni a dolognak. Erről mi is beszéltünk, amikor téged egyébként kirúgtak, és elmondtuk. Nagyon hálás voltam. Elmondtuk, hogy pontosan ugyanezt, hogy mindenkinek lehet azt mondani, hogy vége, persze. De ilyen embertelenül, ilyen gyáván, ilyen aljas módon, ahogy többek között veled is elbántak, és még egyébként nagyon sok emberrel, az nem, hogy nem etikus, hanem gyomorforgató. De vegyük is ki az emberi részét, és aztán ne is legyünk ilyen komolyak, hanem azt mondom, hogy teljesítmény. Nem kell szeretni, senkit nem kell szeretni. Igen, egyébként. Még tetszeni se kell senkinek. Nézzük meg, hogy mi van a mögötte, és az mit hoz. Ha az sem érvényesül, akkor én hadd kérdezzem meg, hogy akkor mi? De azóta egyébként az eltelt idő alatt rájöttél, hogy valójában mi volt a baj? Hát volt egy műsorod, ami ment. Azon kevés közszolgálati műsorok közé tartozott, amit legalább megnéztek, mert ebből egy ujjamon meg tudom számolni, hogy nagyjából mennyi van, de tényleg komolyan. Hát most a sportközvetítéseink kívül azért az M1 nézettsége a békasenge alatt van. Jelen pillanatban. Minden meg is tesznek a híradójukba, hogy ott legyen. De, na most ez egy újabb pont. Újabb 10 embert húzzatok le! A következő 10 évre a térre sem mehetünk, ahol a közszolgálati tévé. Tehát, hogy mi volt a valódi ok, az egyébként azóta tudod, rosszat mondtál, tettél, valakinek nem tetszett, azt mondták, hogy a Jakubcsek Gabi nem nyal eléggé, nem jó pártkatona, távolítsuk el. Rosszul. Hát minden amellett szólt, hogy van egy nézett talksója az MT, ami brand lett, ami veled brand lett, tehát mi volt az ok, tehát azóta tudod, vagy ez azóta is egy homály, hogy valójában miért rúgtak ki téged? Én tudok erről, igen, én erről tudok, és tényleg úgy tudok finoman fogalmazni, hogy igazi hozzá nem értéssel és balfékséggel, pici rossz indulattal listák keringtek, mely listákon valaki direkt, véletlenül rajta felejtett, mert atya, azt várta, úristen, hogy majd valaki más ezt megoldja. Hát és az a valaki más úgy tudta, hogy ez már megvan oldva. Tehát pont úgy működik, ahogy ez el van maszatolva. A kérdés nem ez, a kérdés az, hogy miért nincs ennek következménye. Tehát, hogy az, aki azt csinálta, az biztosan jól tette, azt valaki megkérdezte tőle, ha nem, akkor miért zár a rendszer a rosszra is. Ez a kérdés igazából. Mert ez többször is előfordulhat. Tehát ezzel csak az a baj, hogy ha erről beszélgetünk, akkor szerintem az a kérdés, hogy ne forduljon ilyen. Hogy ez ne történhessen meg. Ott már tudtad, hogy megírod, vagy a szünet alatt fogalmazódod meg benned. Nem csak ezt nyilván, hanem hogy akkor itt jött az idő egyfajta ilyen számadásra, vagy egyfajta összegzésre, mert hogy mindig az kicsit, nem? Igen, ez egy összegzés. Igen. Abban a szempontból összegzés, hogy számomra meg kellett fogalmazni, hogy mik azok az értékek, amiktől én már nem szeretnék nagyon eltérni. Nem biztos, hogy kerül, mert amikor te elmész valóval tárgyalni, akkor sajnos kapsz egy nagyon szép képet arról, amit ajánlanak, és mindig a megvalósításnál derül ki, hogy az nem mindig úgy van. De mondjuk vannak bizonyos értékek, amiből már nem kell nagyon lejjebb adni, mert attól te rosszul érzed magad, én legalábbis már rosszul érzem magam, nem akarok szorongani, nem akarom legalizálni a sunyiságot. És amikor az ember egy ilyen körből kikerül, akkor átgondol egy csomó mindent, mert amíg benne vagy, szerintem nem. Például, nem. Amíg mi is benne vagyunk, addig ez egy verkli. Kelsz, fekszel. És aztán... nem is tudod, hogy hány emberbe rúgtál bele. Én tudom. Engem mindig felhívnak adás után, bár mostanában egyébként gyerekek, csak mondom, nem tudom, észrevettétek az utóbbi 2-3 hónapban, egészen rendesen viselkedik. Amit a számot változtattam. Igen. Szóval, hogy amikor az ember egy visszalépés kap egy ilyet, ami most lehet, hogy persze, hogy ennek jönnie kellett, csak nem ebben a formában, vagy ha az ember magától nem mondja, akkor az élet fejére koppint, hogy most itt van ez, ebből is tanulj, gondolkozz el rajta, hogy ez miért történhetett. Hogy akkor az ember elkezd ilyen baromi nagy dolgokat átgondolni, amit aztán megír, mint az élet, a tanulás, a szülők, a nagyszülők, a vállás, a munkahely. Hát figyelj, amikor megkérdezi a gyereked, nektek is hasonlókorú gyerekeitek vannak, de amikor a kislányon futkorászik az iskola udvaron, és a gyerekek azt kiabálják, hogy kirúgták az anyukádat, az nem olyan nagyon vicces dolog. És amikor hazamész, és azt mondod, hogy odáll eléd a nagy tág szemekkel, és azt mondja, mama, te mit csináltál rosszul? Akkor azon el kell gondolkoznod, hogy te azt most megfogalmazod, akkor magam számára is el kell ezen gondolni, mert valamit, én körülbelül levontam, hogy nem vettem észre. Hogy nem vettem észre? Hogy ez történik. Meg kell fogalmazni magadnak. Azokkal a szülőkkel is elbeszélgetnék, akik ezzel nem engedik szülő... el a ne, nem a szülő, de nem a szülőtől hallja. De egyrészt valószínűleg köztémává vált, másrészt az újságokból hallotta, és ahogy a plakátokkal szembesül, ezzel a kérdéssel is. Mekkora ő most? 7-8? 8. Hát akkor nagyjából ilyen fiunk rágyunk korabeli. Igen. A tiétek is meg fogja kérdezni, hogy hétfőn miért van otthon a papa, miért kavargatja idegesen a tejbegrizt. Nem olyan szépen fogom kavargatni.
hallgató viccesz, én ideges, emiatt már nem leszek. Ha megteheti. De figyeljetek, ez nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy még nagyon sok ember szembesül ugyanezzel a kérdéssel. Ugyanezt mondja otthon, vagy ugyanazt látja a gyerek, hogy a papának nincs munkája, mamának nincs munkája, miért nincs munkája, akarja, nem akarja. Ezek olyan kérdések, amiben egyébként pozitívan is lehet létezni, csak ezekre valamilyen választ kell tudnunk adni. Írsz olyan jelenségekről is, ha jól láttam, amik téged idegesítenek vagy bosszantanak. Mire nem? Gondolsz? Melyikre? Hát a jelenségekre, nem tudtam. Zacskós tej. A szelfizés, beszéljünk a szelfizésről, kérlek. Rosszul vagy tőled? Én úgy szégyellem magam a szelfizést, de most mindjárt oda is adom az Annának, hogy azonnal készítsen képeket rólunk. Tehát én megőrülök attól, hogy... valaki megcsinálja, vagy a kézből megcsinálja. Hát figyelj, hát egyrészt, ha ide tartod ezt a telefont, akkor mindenkinek nagy az orra. Tehát egyedül az a kép sikerült rólam jól, amit te csináltál, mert 3 méter magas kezem. Vagy, és hosszú a kezed. Tehát, neked mindenki, nem torzít az arcod, igen. Mindenki baromi ronda, és állsz valahol, és magadat fényképezed. Hát hogy létezhetetlen dolognak tartom. Én úgy szégyellem magam, hogy nem azzal foglalkozom, ahova megyek. Tehát állsz egy térben, ahol tulajdonképpen minden díszlet, te vagy a főszereplő, minek mész oda? Hát mert rólad akarják a képet. Azok, akik szeretnek téged, azok, de te nem akarod magad állandóan fényképezni. Téren vagy őket, te érted. Ez nem erről szól szerintem. Ez az egész Facebook, nem is Facebookozol vagy? Vagy hát dehogy, Balázs! Én is tudom. 10 000-re vagyok attól, hogy meg kell tartani az oldalon. Balázs, hát nem, 4 hónapja csak. 4 hónapja? Hát persze, én hát kocka Facebookos. Hát akkor nagyjából együtt kezdtük persze, egyébként. Persze. Nagyjából együtt indult el. A Facebook életünk. Figyelj, ez egy... Ezt lehet jól is csinálni, szerintem meg lehet, hogy is az ember részt vesz ebben a virtuális boldogságversenyben, amiről a Facebook szól, hogy én most ezt reggelizem, én most itt vagyok, én most vele vagyok, ki hazudik nagyobbat a saját életéről, és ki hiteti el a másikról, hogy ő a boldogabb. Ez de, erről szól. De nekem eszembe se jut, tehát ahogy a kassa csinálja, az számomra egy magic. Jó, de magic, jó, gyerekek, hát hogy megissza a teáját, itt ez a zöld bögre, és akkor azt mondja, oh, jó Isten, itt azonnal elő kell vennem a telefonom, és le kell ezt fotózni. Ő ért hozzá, hát ez olyan, mint amit tudom, hogy Csiszer Jenőnél a humortalanság. Tehát, hogy ez Jaj, nem mondj. Tényleg, hogy nem írtál a könyvbe? A Jenőről? Vagy ott, vagy semmi. És akkor az utóbbi mellett döntöttél? Miután ezt így megbeszélt? Vagy tovább. Az ember nem adja ki a... Nem adja ki. Tényleg, én benne vagyok? Mert én olvastam. Te benne vagy. Na jó, van, akkor megnyugodtam. Te konkrétan benne vagy. Ti, ez nem. Jó. Akkor ti benne vagytok, ez így szól. Ti benne vagytok. Azt a fejezetet még nem olvastam, mert csak tudom, hogy van egy ilyen is. Akiket soha nem megyek el cím. Nem. Hogy írsz a női létről is, vagy gondolkozol, hogy kényszerpályán vagytok, hogy milyen baromi nehéz nektek, hogy hány feladat hárul rátok. Mondom, én ezt csak láttam, nem mindent olvastam. Nem, az egész könyv egyébként nem panaszkodás. Nem panaszkodás. Ez egy érett, nagyon sokat átélt és megélt nőnek egyfajta hangosan gondolkodása, hogy én láttam. Olyan életfeladatokkal, problémákkal, mert egyébként mindenki szembesül. A gyerek, van benne a család. Megoldás. Van benne megoldás. Igen, és van egy csomószor megoldás is. Van igen. Egy megoldás, szerintem ez egy nagy kényszer, hogy mindenki szexis akar lenni, mert muszáj neki szexisnek lenni, mert különben semmilyen figyelmet nem kap a mi szakmánkban. Tehát az egy előírás, gondolj bele, hogy mindig a ruháról szól minden cikk, és soha nem arról, amilyen kérdést föltett egy csinos 30-as a televízióban. Ebből a szempontból nektek sokkal jobb dolgotok van. Lehet, hogy nem tesz föl kérdést, de azért előlegezzük meg, hogy hát, ha föl tud tenni, meg én előlegezem neki. De a dekoltásról, meg a ruháról minden showműsor után olvasol, de arról, hogy ő hogy oldott meg egy feladatot, arról soha. A kényszerpálya nyilvánvalóan a gyerekvállalás körüli összes helyzet. Visszamész, nem mész, szoptatva mész, nem mész, összeér a cipzár hátul, nem ér össze. Szóval, hogy azért tehát olyan problémák, amivel egyébként mindenki szembesül, nem? Mindenki szembesül, csak mi úgy tűnünk, mintha minden olyan kiváló lenne. Mindenki mögött csodálatos család van, mindenki ez könnyedén megy, ez a gyerekszülés. Már 3 hét múlva bepattan a stúdióban, már ott áll az esti órájában. Mert egy picit ezt generáljuk mi, mert nem szeretjük elmondani, hogy nekünk is rossz, tudod? Miért nem? Azért, mert a szépet ezt megdicsérik, ha te elmondod. Én tökre elmondtam. Hogy, tudom, na, én pont ezt akarom mondani. Mert senki nem meri elmondani a gyengeség. Igen, mert ott a gyerek probléma, amiről számtanszor beszélünk, hogy basszus, igenis, már elegem van, üljél le,
olvasni akarok egy fél órát. Ezt nem illik elmondani, mert a nép azt mondja, na nézd meg. Meg nem akar támadási felületet hagyni a bulvár felé, ez nyilvánvaló. Tehát én ezt nem mindig elmondom, üssetek agyol, lesz még egy gyerekem, már kettő van. Most is azt mondom, hogy hát inkább levágom, hogy legyen egy harmadik. De én ezt az egy után is mondtam. Majd sírni fogsz te pár év múlva, amikor nem ölelget senki. De legalább egy jó aranyalkonyba adjanak be, mert meg vagyok, hogy itt már nagy baj már nincsen. Nekünk se lesz mindig könnyű, Gabi, nem leszünk mindig csinos 30-as. De ugye az a pont nem jön el, mert hogy úgy látom az idősebb tévégenerációnál azért ez így megérkezik, amikor megkattannak, és elkezdenek fiatalabb kollégákat gorcső alá venni, lásd Havas Friderikusz, és kioktatják a szakmát. De örülök, hogy ez nálad azért végig ebben a formában nem jött el, mert ugyan írsz a fiatal tévésekről, de inkább arról csak egy pár mondatot, hogy milyen nehéz nekik, hogy mennyire megváltozott a szakma, és hogy mennyire másról szól már a mostani tévé, mint a régi. De hogy látod te is az idősebb tévés generációt? Ja, nem, erről egy külön fejezet szól, hogy én ezt, megkattannak az idős férfi kollégák. Igen. Szaktársaink megkattannak, ezt tudom mondani. Valószínű, hogy igen, de most legutóbb a Havas, a Fridi egy a másfél hét alatt írt róla, megy ilyen 4,5 flekkel, tehát én nem tudom, és közben fröcsögnek. Igen, de a nők ezt megoldják a folyosón. A nők azok lebunyozzák ezt kint a stúdión kívül, vagy egész egyszerűen írtják egymást szépen csendben, de a férfiak valahogy az egójuknak kell, hogy körbe pisíjék a területet, lehetőleg minél nyilvánosabban, és megfogalmazzák az utódgenerációt, de névvel legyen benne, lehetőleg személyes beszélgetésre hivatkozva. Tehát, hogy ezt én nem értem, hogy nem ti, most nem mondom még, de ez ne történjen meg veletek valahogy, ez olyan... 30-asok vagyunk most, mondta Jani, célozgat. És minél sikeresebb vagy, annál biztosabban meg fog veled ez történni, úgyhogy örüljenek. Nézd, mondom, azt a Fridi egy hétig írta legalább, gyerekek. Azért kevés emberre foglalkozik a Fridi egy hetet, úgyhogy ezzel nincs baj. Meglepődtél visszatérve még egy kicsit az MTVA-ra, vagy a műsor, hogy egyébként volt, aki elvállalta utánad? Most nem nevesítve, és nem is róla szól, csak emberileg. Téged ez meglepett, vagy tudtad, hogy ez egy ilyen világ, hogy az ember visz egy műsort, vele válik brandé, de mégis lesz valaki mindig, aki beül. Nem, én soha nem gondoltam. Én egyszer éreztem magam biztonságban, ez a műsor volt akkor. És hogy ezen ez a kellett... tiéd, arra gondolsz? Igen, tehát, igen, hogy ez veled vált azzá. Balázs, ha ide holnap valaki bejönne ma, és azt mondaná, hogy kegyeskedjél kifáradni ebből a stúdióból, és holnaptól nem Morning Show-nak hívják, és nem Sebestyén Balázsnak, akkor azért meglepődnél. Én azt is el tudom képzelni, hogy holnaptól Morning Show-nak hívják, de mi nem vagyunk itt. Igen. Lehet, hogy erre már nem de is kell olyan sokat várni. Nem tudtam elképzelni. De akkor mást mondok, én nem tudtam elképzelni. Tehát az igazán mély ütés az volt, hogy én soha nem éreztem magam annyira biztonságban, mint abban a két évben, amikor ez volt. És én ettől nyugodtan ültem, mert úgy éreztem, hogy sokat, és jól teszem a dolgom, és ezt én kimerem mondani. És ezért ez engem mondjuk így meglepett. Hogy a kérdésedre válaszolva, hogy a jelenségről a könyvben azért gondolkozom, hogy vajon muszáj-e elvállalni? Úgyhogy ráadásul az a valaki... Ez a jó kérdés, igen. Muszáj-e elvállalni? Ez a kérdés, nem ítélkezem, csak megkérdezem, muszáj-e elvállalni? Habitus kérdése egyébként, hogy valaki ebbe beleáll, mert ha elvállalja, végig fogja kínlódni azt az időszakot egyébként, amíg csinálja. Tehát akkor miért... Igen, ha nem arról van szó, hogy tényleg nagyon kenyérre kell, és arról szól, hogy befizetni azt az egy csekket, hanem van más választás, akkor azért ez mindig egy érdekes kérdés. Igen. Hogy az ember miért nem azt mondja, hogy már pedig nekem van választásom. Én nem, valószínű a félelem, az egzisztenciális félelem, a zsarolhatóság, a kiszolgáltatottság, csak van egy pont, ami mögött viszont nem lehet mindig emögé elbújni, hogy nekem ezt azért kell, mert. Igen, azt nem? mondja Feldmár András, és bocsánat, hogy ezt itt szóba hozom reggel, de azt mondja Feldmár András, hogy a bátorság az nem az, hogy te nem félsz, az azt jelenti, hogy te félsz, de nem a félelem igazgatja a döntésedet. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Persze, hogy félsz, hát hogy ne félnél attól, hogy nem lesz állásod. De attól nem félsz, hogy 2 évet, vagy 3 évet, vagy utána mi jön majd azzal, amit döntöttél. Tehát nem lehet megúszni, hogy ne dönts. Ha nem döntesz, is döntesz. Ha döntesz, is jön utána valami. Tehát előbb most nem lett jobb. Inkább sajnálatra méltó helyzet ez. Tehát én inkább sajnálom azt, akit ilyen helyzetbe hoztak egyébként, kismamaként. Azért nem mindegy. Igen. Tehát én inkább sajnálom azt, hogy egy ilyen helyzetbe kellett bármit tennie. De visszafele nem nézek ebben a dologban, engem az már nem érdekel. Na és ami ugye érdekes lehet még, és sokak számára tanulsága, szerintem is erről is érdemes beszélni, hogy egy nagy hullámvölgy után viszont tényleg baromi nagy közhely, de mindig így, vagy elindul valami, amit az ember viszont nem gondol, amikor benne van, hogy
ezt most úgy éli meg, hogy úristen, hogy elbántak velem, de ahogy én most látlak téged, meg amit olvasok rólad, az viszont az, hogy jól vagy, hogy írsz, hogy előadásaid vannak, hogy jössz, mész, és hogy nem, hogy visszaköltöztél a saját életedbe, de még sokkal jobban megtaláltad a saját életedet, mint egy olyan napi Berkeleyben. Nyilván az ember nem száll ki, mert szereti, de most csinálsz valami egészen mást, ami új lendületet adott neked. Van egy nagy veszélye a napi Berkeleynek, amit ad az a napi biztonság és rutin, hogy kiszállsz a saját életedben, és nincsenek élményeid. És én ezt már sokszor megéltem, lásd, kapucsinos időszak, mindig napi műsort készítettem, és mindig rájöttem, hogy soha nem tudtam volna talkshowt készíteni, hogyha nem lettek volna ezek a kényszerpihenőim, mert én ez alatt elkezdek visszatérni hát a saját ritmusomba, elkezdek utazni, barátkozni, makramézni, befőzni. Makramézni, befőzni, nem tudom. Impulzusokat szerezni, hogy aztán legyen miről beszélni. Nem, tehát nem fikciót, hanem elkezdeni olvasni, hogy történeteket gyűjtsek. Szóval szerintem erre szükség van, én ezt magamtól nem mertem volna megtenni. Ezt magamtól nem. Az ember nem száll ki onnan, ahol jól érzi magát, hát akkor nem. Sem, hogyha bele vagy zsibbadva. Meg ugye a véget nem sürgeted, mert az jön magától is. Tehát ez, de ilyen értelemben felmentés volt. Az életemre felmentés volt. Akkor most már jól vagy, mondhatni. Igen, nem? Nagyon jól, és ide annyira jó volt bejönni hozzátok, ez a rádió. Hány évet rádióztál? Hát te sokáig a Gundival nyomtátok, hát, ugye? A Gundival, de én előtte éjszakáztam, aztán délutánoztam. Annának vannak ilyen hosszú e-mailjei, hogy ki hánykor a Danubiusban jött, ment, mennyi, cappuccino, hogy, stb. Anna tudja, ő a lexikális részünk, hát ő tud minden. Hát ti még ugye az ős Danubiusban, amikor a Gáborék átmentek a slágerre, akkor ti meg folytattátok, ugye? Mit kaptunk mi akkor, amikor átmentek a bocskor? Emlékeztek ki arra? Elmentek a bocskorék, és akkor a cappuccino ment egy ilyen névvita, ugye tulajdonképpen ti folytattátok, ők akkor már váltottak bumerángra. Cappuccino extraként mentetek tovább, búza gundeléste. Mert ez egy nagyon jó korszaka volt a rádiózásnak. Nagyon jó korszaka volt, de azért azt tudnod kell, hogy mi összelettünk sorsolva, tehát mi nem egymást választottuk. Tehát mi úgy és az úgy általában ritkán működik. Igen, tehát mi úgy ültünk be egy stúdióba, hogy ott kezdtünk-e barátkozni. Szóval az azért egy furcsa helyzet volt az elején, mert ugye mindenki más baráti társaság ismeri ad egymás gondolatát, tehát ez egy furcsa dolog volt. Gábor, Gabi, jövünk! Igen. Nem. De majdnem 6 év volt az. Majdnem 6 év reggel. De úgyhogy ugyanazt csináltam, mint te, hogy utána átmentem a tévébe. Na jó, de a lényeg az mégiscsak az, hogy szerkesztők jönnek, műsorvezetők mennek, Anna állandó. Anna, Anna drága. Hozzá az összesítést. Figyelj, van egy Excel táblája. Van egy táblázata. Úristen, 99-től. Így van, és ráadásul 1800. Azt a mindenit. Igen. Fantasztikus vagy. Hát ez csodálatos. Na? Nagyon komoly. Ott van Gundel Takács, távozik a Danubius rádiótól. Minden ott van. Gyerekek. Igen. Nézd meg Sebestyén Balázs pályafutását. 3 hónap volt az első a Danubiusnál. Micsoda 3 hónap. Ti így dolgoztok, ebből én köszönöm. Én 3 hónapot voltam a Danubius szervezőt. Én fölálltam és eljöttem. És 4 év múlva visszamentem, aztán utána már együtt csináltuk. De ti föl tudtok állni? Nektek az megy? Én fölálltam 3 hónap után. Oda mentem a Danubiushoz, hogy majd megverjük a Gáborékat. Csak nem kaptam meg azokat a lehetőségeket. Lásd, például én már akkor tudtam, hogy például Janit én hozni akarom, és rádiózni akarok vele, és mondom, Jani, ne aggódj, onnan megyek, megcsom a terepet, jössz te is, agyonverünk mindenkit. 3 hónap után így bementem vezérigazgatóhoz, és mondom, hogy köszönöm szépen. Nem az az, amire gondolok, szerintem ne cseszegessük egymást. Hogy kell csinálni? Már erre viszont tanítsatok. Jóba kell lenni velem. De hogy kell úgy bemenni, hogy mondasz egy szakmai érvet, és nem, nincs harag? Harag van, én szerintem nem azzal kell foglalkozni, hogy lesz-e harag, hanem azzal kell foglalkozni, hogy belül téged mi az, ami nyomaszt, és mi az, ami sürget. Persze, nem tudsz úgyse jóban elválni, harag lesz. De hogy te minden nap megerőltesd magad, és hányál, és úgy menjél be, vagy meglegyen a lelki békéd, és ezt meg tudod tenni, mert van erre lehetőséged, akkor viszont nem szabad. De a csávó majdnem leesett a székről. Nem érted, de Balázs konkrétan én ezt megtettem vele, fél óra is fölmondott, és azóta szörfözik valahol, és azt mondta, hogy soha többet nem akarok keresni. Bocs, Taci, nem akartam neked ekkora törést okozni. Mit csinálsz most egyébként? Most a könyv van, most ez a hónap már a könyv. Ugye nekem mégiscsak itt a karácsony. Mégiscsak itt a karácsony. Látod, hogy piros. Látod, hogy a borítón is ott a piros, csak épp nem csilingel. Gondoltam rá, hogyha kinyitjuk a borítót, akkor stílen vágtatni. Valami kis karácsony ajándék legyen benne. Igen.
Figyelj, mit csinálok? Egyet még megtanultam, hogy fogalmam nincs, hogy mit csinálok januártól. Nyilvánvalóan viszem tovább azokat a céges munkáimat, amik vannak, de hogy egyébként mit hoz az élet, azt most fölteszem a kezem. Ez és most egy ilyen lebegés? Egy ilyen kellemes lebegés? Igen. Aha. Igen, tehát hogy most át kellett az egész életemet ebből a szempontból gondolni, és mindig azt nézem meg, hogy mi a legközelebbi, amit lehet csinálni. Nem tervezek hosszú távra, mert rájöttem, hogy már felesleget a spájzat feltölteni. Mi is így vagyunk ezzel, nem tervezünk nagyon hosszú távra. Senki nem tervezhet hosszú távra sajnos. Hát igen, mondjatok gyerekek egy dolgot, ami biztos, tulajdonképpen baromi nem nehéz. Tudsz, nem? Nincs. Jelen pillanatban. Mint a család. Jelen pillanatban. Igen. Az egy lényeges dolog. Gabi, és nagyon... mindent visz a csöcs. Nagy életigazságok ezek, igen. Gabi, nagyon szépen köszönjük, köszönöm, hogy itt voltál. Hogy itt jó volt, köszönjük szépen. Köszönöm, Jakubcsek Gabival beszélgettünk a Megúszhatatlan, ahogy a gyermekeimnek elmesélem című könyvéről. 3:49 perc múlva jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 7 perc múlva pontosan 9 óra. Na hát így a végére egész jó zeneink lesznek tényleg. Uh-huh. Nem? Teljesen jó. Komolyan mondom. Na, mi van veletek zeneügyileg? Gyakrabban kellene megszünetek, hogy jó zenét adjátok. De szeretném. Elég ez 7 évente, gyerekek. Igen, Megyeri itt Budára 11-es befelé. Katasztrófa, bének a rendőrök a 4-es után Ceglédi körforgalma előtt Budapest irányában. Kis Karesz küldte nekünk. Na, mutatjuk a hármas ugrásra beugrót, figyelj mindenki. Ajajajajajaj. Óriás zicserekkel. Tényleg az elsőtől berakhatnánk majd a másik. De bizony. Az elsőtől a másodikat? Az elsőtől a harmadik dalát berakhatnánk. Ja, lassan ott tartunk, hogy tudunk csinálni egy ilyen polgárpetis beugrót. Bőven. Simán. Csak a Huna sorozatból. Már több saját dala van, mint Tibinek. Huna, így van. Lassan. Lassan tulajdonképpen ott tartunk. Na, és... Én mit akarok mondani? Ja igen, hogy Tibit is említetted, mert hogy jön hozzánk Tibi az utolsó kasz a keddre. Visszatér hozzánk Tibi. Úgyhogy egy kicsit vele beszélgetünk, sztorizgatunk, és hát elbúcsúzunk tőle is. Az ő feltűnése ugyanehhez az időszakhoz köthető, ha emlékeztek rá. Igen. Utolsó turnékat csináltuk a Danubiusban, amikor Szegeden, ő ugye szegedi születésű, egy ilyen autószalomban üldögéltünk, és meghívtuk a Kassa Tibit, na onnantól kezdve. Igen, hát a Danubius úgy szűnnek, hogy mi még kitelepülésen nyomtunk, valami Suzuki, vagy nem tudom milyen meg. Turnét nyomtuk. Igen. Igazából. Hát ott. Mondjuk ki, felfedeztük. Igen, ő bejött hozzánk, mint Krisztál, és akkor mondtuk, hogy maradjon. Igen. És akkor elkezdett így bejárogatni, illetve hát a roadshowra már vagy lejött velünk, vagy ott volt, ő már nem tudom, de hogy akkor már ő ott volt. Igen. Igen, mert a Krisztálban már ismert az egész ország, aztán kiderült, hogy tehetséges is. Igen, hát akkor volt a nagy összekapcsolódás, ugye akkor felhívtuk még a Lajosékat, Gáborékat, a Bumerang, illetve a Danubius Láger kapcsolódott össze. Lajosra is rá kéne csörögni. Hát olyannyira rá kéne csörögni, hogy lehet, hogy holnap azt mondta, hogy lehet, hogy benéz hozzánk. Ó, de jó! Ugye nálunk meghirdettük a hajra járt ugor be. A rudas akciót, előtt? Tessék, a súlyfürdője előtt. De mondtam neki, Lajos, ne rohanj, akkor meghúzod magad. Tudod, nem kell, így sem hatos csigolyát, már nem a régi. Mondta, hogy lehet, hogy picit benéz, úgyhogy lehet, hogy fél órára, holnap még Boros Lajos is beugrik majd hozzánk. Így van. Úgyhogy itt még jönnek, mennek a vendégek. Mindenki beköszön. Beint, hoz valamit, elköszön tőlünk. Úgyhogy Lajos, nem csak, hogy felhívjuk, vagy hogy beszélünk róla, mondom, az is lehet, hogy holnap itt lesz. Reggel bevédi 40 ezért csípőprotézisét, hogy jobban forog. Így van. Ráharap a protkorája, protkoljár. Hamper, beraki az ünnepi protkor. Most vagyok egyet, és utána elindul felé. Megpacskolja az arcát, tükörbe, Lajos. Átsétál a Lánchídon, hogy a régi szép időben. És zene megérkezik hozzá. Akkor hozza a vogát is. Simán hozhatnám. Úgy jó. Simán. Hát a gyerekek már így is azért az átlag életkor veletek elég magas. Az nem baj. Tehát, ha komolyan mondom, még két fáradt 50-essel ülök itt, még ide betoltok nem két 80-as. Hát az gyerekek így is nagyon magas már az átlag életkor. Én még azért a fiatal 30-as próbálok egy kicsit ebből így visszahátrálni, de már veletek se alacsony az átlag életkor. Jobb a kontrasztos, tudod? Még őket, jobb a kontrasztos, még jobb leszel. Igen, redobogni egy-két olyan szót, mint a Twitter, és akkor ezt ők már nem értik. Janival is beszéltünk a múltkor, és nagyon-nagyon jó volt. Tényleg. Jó arc volt. Fölhívtuk a vogát, így van. Fölhívtuk kora reggel. Igen. A vogának egyébként szent meggyőződése, hogy a Petőfire megyünk. Igen. Jó, azt tolja. Csúnya történet jutott hozzám vissza tőle, de nem vagyok karaktartó igazából, mindegy is. Jó van. Nem olvas újságot. Három perc múlva pontosan 9 óra.
ahogy régen. Gyerekek, Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, hallgatja. Köszönjük! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Azt írja valaki, igen Tibi, így kell számot írni és kivitelezni. Megdicsértek még ezért is, látod? Így kell leratni a babérokat. Hozzáteszem, hogy ezért az a minimum, hogy ez a szignálommal jövünk be. Persze, mindjárt fölvezetünk, csak ezt nem tudtam kérni, de mindjárt közlekedés, itt vagyunk, hány óra van, mindjárt fölvezetünk. Hozzá vagyok szokva, hogy belém rúgtok csak szignál után? Persze. Szerintem az a baj, hogy nem találjuk a pendrive-ot, amire átszoktuk azokat tölteni. De meg lesz. Na, 9 óra múlt 12 perccel itt vagyunk, és már is folytatjuk. Valaki azt kérdezi, mi a tököm az a freki? Gyerekek, nem tudjuk a nulláról kezdeni, az a baj. Tehát nem tudjuk a nulláról kezdeni a magyar házat. Először is van ez az elektromosság nevű dolog, igen. Ami jön a falból. Zoli vagyok, az M7-esen a 132-es körnél oda-vissza. Mérnek, régi Balatoni út Budatéténél a szoborban felől érkezünk, ezt szupertrafizák a festék üzletnél. Na, csak egy mondat Gabiról, hogy tök helyes volt, nem? Szerettük, aranyos volt, nagyon, nagyon mosolygós, tud nagyokat. Én eleve rájöttem, bírom azokat a nőket, akik tudnak szívből röhögni. Ilyen teli szájjal, tudod, torokból. Azt úgy tovább gondolom. Most nem a Gabira gondoltam. Elképesztő, mennyire felszabadult a légkör egyébként. Nem. Gyerekek, az a nő, aki elfojtja a nevetést, az a nő az valószínűleg szexet se élvezi. És akkor mindig az jut eszembe, amikor hallom egy nőt felszabadultan nagyot nevetni, magyarok. Egy hallgató küldött a Lehel piacról, magyarot muszájot megkóstolnom, drágák vagytok, köszönjük szépen. Akkor mindig az jut eszembe, hogy abban a nőben van élet, aki tud nevetni nagyot, aki szívből, nagyot, tüdőből, hangosan tud gurgulázva nevetni. Nem? De most nem kell tovább gondolni, de, csak mondom. Magyarul, mielőtt hazaviszel egy csajt, azelőtt mondj neki egy viccet. Meg kell nevettetni, és akkor tudod, hogy nem. Ha belegondolok, hogy Moni egész nap, reggeltől estig teli pofával röhög. Igen. Szerencsés ember vagyunk. Hát akkor szerencsés vagy, igen. Na! Gyerekek, kedv van, úgyhogy egy utolsó kaszakeddel készültünk még, és hát természetesen készültünk szignállal is. Minden kedden a Hungária és az Üllői sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyhanai mestere. Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat. A főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret. Ő nem más, mint Tibi for President. Tibi! Kakakasza Tibi, kakasza Tibi. Ez még, de jó volt ezt hallani. Úristen, de jó volt ezt hallani. De nem is ez volt az utolsó, hát ebből volt. Utána egy a bazinai jacuzzinban nem találod, hol vagyok, keres az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Igen, az volt már egy újabb, de ez a régi klasszikus, ez kellett. Ez olyan régen volt, hogy úgy emlékeztem, hogy Hungária körült és a Vörös Hadsereg útja sarkán. Igen, nincs is ilyen, hogy Hungária Üllői egyébként, tényleg. Jó, hát ahhoz, itt már nem tudom, ahhoz képest ez nem rossz, talán. Hogy én egyébként 4 évig úgy jártam ide, hogy én azt hittem, hogy itt amikor lekanyarodok a körútról, akkor csak elsőbséget kell adni, közben egy lámpa volt. Tehát mondtam, ez elmúlt 4 év, itt kérek, bocsánat. Igen. 5 év volt. Na, 5 évet húztunk, 5 évet húztunk le. Hát én úgy számoltam, hogy egy szűk 5 év volt. Szóval nekem hosszabbnak tűnt. Repül az idő, ha jól mulatsz. Már a Damban elkezdtük, ugye 2000, én már nem tudom, 2009-ben indult a Dam. Nem, várjál, csak 2009. Igen, 2009. januárjában indultunk mi el, mint pirítós.
Igen. 2009. januárjában indultunk egy pirítós, és 2009, de már a pirítósba bejöttél egy párszor. Betolakodtam. Tehát betolakodtál még Krisztállal, és aztán 2009-ben ugye mentünk át a klasszra novemberben. És onnantól meg szinte az elejét. És onnantól ott már szinte az elejét. Az utolsó kitelepülésen ott voltál. Hát abszolút, tehát ugye az történt, hogy az nem tudom mennyire volt akkor elmondva, hogy az történt, hogy amikor onnan is kirúgattátok magatokat, akkor mint a vercsereg ültetek lent egy autószalomban, és akkor én voltam az, aki bement, és ott trollkodtam nektek. És de mit csináltunk akkor is még életünk utolsó erejével? Autót sorsoltunk a hallgatóknak. Autót sorsoltatok, és olyanok voltak, mint amikor mindenkinek meghalt két-három közeli ismerőse. Tehát ilyen lógó orral ott ültek, mint a vercsereg. Nagyon fura hangulat volt. Igen, bementem, szétrolkodtuk, és azt annyira szerették akkor a hallgatók, annyira jó visszajelzés. Sokat akkor röhögtünk egyébként a saját kínunkból. Igen, nagyon jó volt, igen. Nagyon jó volt. És akkor ebből jött az, hogy lett a rovad. De hozzá kell tegyem azt, hogy aki azt gondolt, hogy 5 évig bejöttünk és itt marhultunk, hát figyelj, én abba belenyomorodtam. Tehát én egy heti 3 napot készültem erre szorongva, kitalálva Balázs gondolatait, hogy Balázs mit reggelizik, mi fog tetszik, jó lesz, nem lesz jó. A Vikivel megbeszéltem, hogy majd erre, hogy ezt a Balázsnak hogyan vezessük föl, hogy ezt majd ő ne unja el, mert voltak olyan témák azért, mint a Balázs elmondta. Hát 5 év alatt azért nem lehet mindig olyat hozni. De azért itt kiemelnék azért egyet, én nagyon keveset ragadnék ki azokban, amikor sírva mentem haza. Például, amikor elmentem, és 2 napig horgáztam valami nyomorúságos bányatónál, hogy én horgásztorika gyűjtsek ki tematikusan, és nem tudom, majd a Balázs a rovat elején között, hogy igazából ez őt nem érdekli, elővet, ami sportújságot, fölrakta a lábát, és újságot olvasott a rovatom alatt. Halál, konkrétan, fölrakta a lábát. Mindig meglepődöm, milyen jó fej vagyok. De komolyan mondom, hogy lehetek ennyire őszinte. Azt mondta, hogy ez a horgászás dolog, ez abszolút nem érted számodra, ez értetetlen és rémunalmas. Hátradőltél, fölraktad a lábad, elővettél egy ilyen asztalméretű újságot, és nem láttalak 30 percig. Úristen, komolyan meglepődöm, mennyire jó arc vagyok. Láttad, hogy itt az izzadság csorog a homlokán, próbál a Janihoz fordulni felém. Figyelj, olyankor tényleg kapaszkodsz mindenkibe, tehát olyankor... De hát ugye mindig csak Balázs figyelmét kerested. Ez is igaz. Várjál, a Viki írja, nem Tibi, nem csak ez volt. Volt más is. Voltak, hát például azért egy pár dolgot azért, most egy picikéti kipanaszkodom magam. Na, amikor megnyomorítottatok. Behoztam a második dalomat, ez a Nekem így jó című dalom volt, amit te csak táralattá, Nekem így jó, ugye az a dal? Figyelj, igen. Elmondom a mai napig, tehát, hogy konkrétan sok ezres tömegek hömpölyögnek rá, annyira működik a dal, de beültem, lejátszottuk a dalt, majd a Jani elnézően csak annyit mondott, hogy ne aggódjon senki, ezen még majd biztos dolgozik a Tibi, és nem, ezt még majd azért a Tibi biztos hazaviszi, még azért majd ebbe kerül ez az. Például konkrétan elmondom, mi történt, kimentem, szótlanul hazavezettem, szótlanul felmentem az emeletre, betakaróztam, és elaludtam. Az megvan az érzés, annyira, amikor ruhában lefekszél, betakarozol, és nem akarsz tudni a külvilágról. Annyira szorongtam ettől, ami volt, és hogy te nyugi, majd még a Tibi, majd biztos tesz még bele egy lábcint, meg tudod, még 2 vadászkürtöt. És konkrétan szótlanul hazamentem, hazavezettem, fölmentem az emeletre, tudod, kérdezték, hogy milyen volt, mondom, senkivel nem beszéltem, betakaróztam, és aludtam délután. Jó, akkor elmondom a másik oldalt is, hogy amikor itt azért volt olyan időszak, amikor egy-két vezetőnél te ugye nem is fekete listára kerültél, csak néhány régen azért szimpátia számított, hogy kit játszunk, kit nem. Basszus, hát voltak ilyen idők is, azért egy-két vezetőnél egy-két programigazgató, nem mindegy is. És én akkor viszont szembe menve a vezetőséggel, mindenkivel azt mondtam, hogy ne törődjél senkivel, amíg neked dalod van, amíg te írsz, küld el Balinak, Bali behúzza. És minden egyes, mint egy ilyen szamizdat rádióban, minden egyes dalodat úgy tettem rotációba, hogy volt egy adásomból 2 element. 17:30-kor leadtuk, meg leadtuk 3-4-10-kor, és mondta, mi van bent? King of Life, nem érdekel, tedd be a Tibi dalat. És toltuk a dalodat úgy, hogy akkor te már nem tudom milyen okból kifolyólag itt, mert nyilván a teszten nem mentél át. Érted? Gondolom, igen. Azt a tesztet soha nem látta senki. Azt senki nem látta. Igen. Mondták, hogy Tibi no. És akkor mondtam, hogy Tibi yes. Nem, Tibi a mi emberünk, és toltam a dalodat. Nem, én abszolút elképesztően sokat köszöntök a dolognak, és ezt mindenütt el is mondom egyébként, hogy a Morning Show-nak köszöntek. Azt nem mondanám, hogy minden, de nagyon... Régebben mondtad, de most már persze. Elmondom. Én elmondom. Én azt gondolom, hogy én lojális fiú vagyok.
Én arra is emlékszem egyébként, hogy amikor vége lett, ugye ez egy éve nem járok be? Igen, egy éve, másfél ugye éve. Én akkor például, az egy elképesztő, azért el tudom képzelni, hogy milyen az, amikor mondjuk nektek azt mondanák, hogy most nincs, ami ugye biztos, hogy nem lesz. Nem lesz, hogy mondanák, nem persze, abszolút. Innen csak nem rúgatjátok ki magatokat. Persze, hogy nem. Tehát, hogy az egy abszolút pánik egyébként, tehát, hogy akkor most mi lesz? Sosem felejtem, a TV2 büfében beszélgettünk. Nekem eleve fura élethelyzet volt. Mit keresztél? Na, tehát, hogy bent forgat, mondom, ti mi dumáljunk, és én bementem, és ott dumáltunk át, hogy mi lesz, hogy lesz jövő, találjunk, újítsunk, nem tudom, de én ültem bent a TV2 büféjében. És beléptem, és azt láttam, hogy így megállt az élet, tudod. Mondom, nyugi gyerekek, csak a Tibihez jöttem. Még egy picit a sértettségről beszélünk. Vannak még bennem ilyen tüskék, ezeket beszéljük ki. Na. A Böki a csőröm rovatban volt valami, amit méltatlanul. Tehát behoztam azt, ugye, hogy van a nyárfának, van ugye ez a szálló. A fehér. Igen. Elképesztően jó, tényleg Böki a csőröm. Tehát Balázs azt mondta, hogy na jó, nem volt ötleted azt a büfébe, ez ugrod, de? Tényleg így konferáltam a tényleg. Állj, sőt, és azt nem is adtátok meg. De ez rendszeres volt egyébként. Gondold, de megvan az érzés, amikor 3 napig készülsz egy témára. De nem készültél, hétfeste hívtad a Laci, nem igaz, legyen a Böki a csőrömben. Nem igaz. Laci, mondj nem igaz. Az utolsó időkben volt már. Nem igaz. Laci, úton vagyok a műsorban, mondj valamit. Nem mondj valamit, ami idegesít. De figyeljetek, azt képzeljétek el, tényleg. Amikor, és jó, tényleg sajnos azt el kell mondani, hogy a Balázson múlott, hogy beledöglöttél, vagy könnyű napod volt, és jössz be, az évszázad témát kitalálod, könnyekkel küzdesz, hogy ez most ki van találva, de rendben van. Majd Balázs csak ennyivel így leüti a labdát, hogy akkor ezt hoztad most, mindegy, beszéljünk erről valamit, Tibi már 9-kor ide beült, hogy elkapja a hangulatot, mert azért mi is emberek vagyunk, minden műsor más hangulatban készült. Morcosak voltunk, rossz kedvűek, jó kedvűek, vidámak, veszekedtünk otthon, nem veszekedtünk, Tibi már bejött 9-kor, és letapogatta, hogy milyen lesz a rovata. Ha emelt fővel röhögbe jöttem, kérdezte, hogy jó, csak oda köszönöm, és tovább mentem, akkor elkezdett izzadni, mint bishop, és akkor ez most nehéz szülés lesz. De hát konkrétan volt olyan időszak, amikor azt éreztem, hogy ahhoz, hogy megfelelő hangulatban és tempóban jöjjek be, rendesen, amikor senki nem látta, fekvőket nyomtam itt, meg indián szögdelét csináltam itt az előtérben. Figyelj, kemény, tehát azért kemény volt, elképesztően örömteli volt, nagyon izgalmas volt, de tényleg azért abban belelát az ember, hogy milyen az, hogy tényleg, hogy itt minden napnak volt egy teljesen speckó kémiája, miért? Hát hogyne, mi minden adásnak van. Működött. Persze, hát TV azért érted, ez nem a tévé, és erre, nem lehet bármit behozni. És erre, és ez amit nem lehet megszokni. Hogy amikor, a Jani jobbról érkezik. Hogy amikor nem várod, amikor azt érzed, hogy nagyon megy, akkor Jani rád repül. Igen. És mi volt a nagyon jó? Rengeteg nagyon jó volt igazándiból, tehát nekem az volt a nagyon jó, hogy nálatok tudtam, hogy nyilván azt megmutatni, hogy milyen karakter azért vagyok. Amikor a szolnoki kitelepülésre megérkeztél egy a kezedhez láncolt bőröndel, átvágtad magad a körülbelül 600 ember, hat testőre, fehér limuzina megérkeztél, kiszálltál és hoztad a bőröndben a témát. Hoztad a témát, és megérkeztél a kitelepülésre. Azt mind a mai napig emlegetik. Voltak jó szívem. Előtte 2 nappal nem voltam már, hogy szponzorlimuzint intézek, meg kifizetni nyilván nem akartam. De hogy baromi jó volt. Hát rengeteg jó dolog volt. Tehát a Morning Show Musical, amiből most azt mondtuk, hogy ne játszunk be. A Morning Show Musical tényleg? Egy kiemelt dolog volt. Hát ugye meg az, hogy külföldi bejelentkezések voltak. Hát én emlékszem, hogy akkor akartam megfutamodni, amikor Tájföldről nyomtuk a bejelentkezést. És téged akkor ott meg akartak lincselni. Igen. Arra jöttem haza, hogy lángolt a ház. Hát az volt a Rohadjál meg kasza. És akkor jött a Rohadjál meg kasza című dal, amikor azt mondtuk, hogy kezdjük-e kivédekezni, mert kezd baj lenni. De rengeteg jó dolog volt, de nyilván nekem az van meg, hogy én mikor bejöttem, megéreztem a stúdiónak az illatát, az olyan volt, mint a suliba jöttem volna. Nem azt akarod mondani, hogy nincs témád. De van! Úristen! Tényleg! Mire ezt kidolgoztuk? De van. Figyelj, mi van neked a zenei karriereddel? Mert azt látom, hogy mi van a Facebookon, de minden, amikor csináltuk a kaszataxit, ugye mondtam, hogy írjál még egy dalt, mert azt még tudjuk nyomni, ugye mennyi a következő. Talán 2-3 napot. Hazaszaladok. Valami dobjál össze. Ne, de mostanában nem. Kevesebbet zenélek, de ez fordulni fog. Figyelj, van egy annyi, hogy tényleg volt 20 év, ami arról szólt, hogy zenészként vagy. Egy fél mondatban ezt komolyan kifejtem, hogy most én nagyon élvezem azt, hogy
hogy egy kicsikét inkább az üzleti élet is megjelent az életemben. A zenei világban tényleg két havonta kell újraigazolnod magad, meg újra teremtened magad. Ez ad egy bizonytalanságot, és nyilván aki ebben sokat van, az baromira élvezi, hogy ez most nincsen, ez a bizonytalanság. És valószínűleg én most ebbe egy kicsit kifújom magam ebben a más világban, ami egy pici az online média marketing, bla bla bla. Ez most egy új műfaj nekem, ami nagyon izgalmas, rengeteg munkát teszek bele, és ebben majd újra visszajön a zene. Most például csinálok egy olyan rovatot, ahol szimfonikus zenekarra hangszerelek nagy slágereket, különböző előadókkal, interjú, majd utána beáll, felvesz egy fejhallgatót, megszólal mögött egy baromi szimfonikus zenekar, és még egy Karib-tenger kalózai hangulatban megszólal a dala. Tehát, hogy van zenészség, de most nem szomjaztam annyira ezt a dalírósdit. Oda tudtam volna erőszakolni magam, hogy írjak dalokat, de van olyan, amikor most az emberben... Most a Facebook meg a biznisz. Most egy picikét jobban érzem magam üzletemberként, de ez nem azt jelenti, hogy nem hiányzik, hogy nincsen bűntudatom, amiatt, hogy kevesebbet zenélek. Most nem tudom, 8 dalom van szóló előadóként, ez egyébként 7-tel több, mint a legtöbb előadónak. Tehát, hogy azért akkora bűntudatom nem kellene. Azt hát nehéz fejben tartani ennyi nyitót. Jani? Azt hiszem 8. És itt jegyezném meg, hogy már tudom, mi nem fog hiányozni. Viszont van egy baromi jó rovat ötletem, egyébként nektek jövő hét szerdára tudom megcsinálni. Egy olyan, hogy... Gyere, bevele, itt várunk. Jövő hét szerdára leszek kész, mert ugye itt lesz. Na jól van. Menjek, na ez! Na ez hiányzott! Na ezért! Ugye? Hát én egy őszinte Pali vagyok. Na hát hol egy népszabadság? Az már nincs. Na ezért kellett túlkészülni a rovatokat. Nem igazából, ugye ötlet volt, hogy meghallgassunk egy pár olyat, amit szerettünk, de aztán rájöttünk, hogy amikor te elbúcsúztál a rovatból, akkor ugye ezeket meghallgattuk tulajdonképpen. Tehát lehet, hogy azt mondjuk csinálni, még a következő, ki az, aki ilyenkor fölhív? A következő egy-két napban csak ilyen szúró próba jelleggel bedobálunk majd egy-kettőt. Egy költözelt... Magyarok tettél a megszólalás elején. Egyébként, most akkor lefotózom, hogy tényleg mogyoró tettem. Tehát ezt most nem azért mondtam. Nem azért mondom, hogy a szádban mogyoró. De ne legyünk paranoiasak. Szóval, hogy leadunk egy-kettőt, mit adjunk le? Szerintem az operákat le lehet, hát nem? A szerelésünket, Balázs. A szerelésünket pénteken adjuk. A fejhallgatót, ne vigyétek el a mikrofont, a laptopokat. Szóval, hogy leadunk majd egy-két ilyen kis opuszt. Hát ez valami jó, a Morning Show Musical, szerintem a Morning Show Musical azért nagyon harapott, tehát azt lehet adni. Igen. Te most évézel is egyébként, hogy most vége van? Mi? Hát nincsen vége. Ugye én úgy tudom, hogy jövő tavasszal lesz nagy duett, tehát abban nyilván számítanak rám, de egyébként meg egy csomó olyan dolgot csinálok, ami tényleg ettől független, és ami emellett egyébként ugyanolyan tábort ér el. Mondom, én azt sem gondoltam volna, hogy mennyit változik a világ egyébként, hogy téged is ilyen záher szeletekkel látlak szelfizni, ez nekem akkora kielégülés. Tehát, hogy szóval te, aki mindig harcoltál, aki belém törölted a lábadat, hogy Facebook függő vagyok, tehát látni nekem ezt, ahogy ülsz a nappaliba egy ilyen felszabadított bal melbimbóval, és akkor mutatod, hogy... A kis lyuk az oknicskám van, igen. Szóljatok, ha engem zahertortát láttok enni, és azt mondja, hogy ez a reggelim. Sok szerettel nektek. Jó, tehát akkor szóljatok, léci. Hidd el, hogy nem lesz ilyen, hogyha fönn lesz, és a Facebookon, hogy összén ez a 250 ezer ember, nála nem lesznek olyan posztok, mint nálad, mert ő kifizette a jacuzzit. És itt szeretném hozzátenni, te kis rohadék, hogy azt én is megvettem, de most hogy fotózzam úgy, hogy ne tűnjük, hogy rakja mellé az áfás számláját. Én is megvettem. Nekem ilyen szponzorstucaim nincsenek. Én így tanultam meg azt a márkát. Nekem szponzorstucaim egyébként nincsenek, tehát nekem ilyen díjaim nincsenek soha, hogy én valamit adsz, és akkor azért ott elkezdek itt tepelni. Igen, mert már rögtön tulajdonnak gondolod, pedig csak kölcsön. Te már az online marketing egy magasabb fokát műveled, mondd ki. Én egy picit máshol tartok, de azt gondolom, hogy az kellett az elmúlt 5 év, amikor az ember mindent megcsinált, de hogy ebben egy óriási világ nyílik ki. Tehát konkrétan, hogyha ügyes tartalomgyártó vagy, akkor konkrétan közepes tévécsatornákat olyan szinten teszel magad mögé, hogy nincs miért bemenni. Tehát ha valami történik veled, akkor konkrétan kidobott idő bemenni, mondd el a saját helyeden. Tehát ez nyilván a nagy event műsorok. Na, ez hát nem azért igaz, nem közepes csatorna, de... Figyelj, állj. Igen, tudom, hogy veletek mi fog történni, de hogyha nem muszáj velem, még ne történjen meg, kérlek. Tehát, hogy ne ránts magaddal. Isten hozott újra itthon. Ne ránts magaddal. Két jó tanács, hogyan tudja összeszedni a maradék 10 000-et a 250 000-ig. Na.
Hát legyen jóba velem. Jó? Te már tettél egy 30-40 ezeret hozzá. Mit akarsz a 30-40 ezerre? Hát annyit tettél hozzá. De cuki vagy. Legyen azért, legyen 55, csak az a számok makas dolgok. Hogy lenne már 55? Én figyeltem, barát. 55-öt tettél hozzá? Biztos, hogy befotozt egyébként. A számok makas dolgok. Hát figyeltük, hogy ez kerek 100 ezer körül, vagy 900 ezer alatt vagy hogy vettem át ezt a ezért, hogy akkor gyerünk Balázs, toljuk, és 155 ezer vagy 160 ezer körül volt az, annak a hétvégének a vége. Na, majd megnézem én is. Majd megnézed? De mi kérdezel, jó, megszívattál, mert már csak 12 ezer kell. De tök jó, szerintem én azért látom, hogy te élvezed. Tehát, hogy azért most nyomod, hogy nem, de én látom. Lassan, na. Én látom azért. Én úgy vagyok vele, hogy ha van esemény, akkor csinálom, de ha nincs esemény, akkor 3 napig hozzá se nyúlok. Tehát lásd, mit tudom én, Feri élője most az idősek otthonából, vagy a barcelonai meccsünk, ott nagyon sokat posztoltam. Kettő között semmi. De utána, igen, ha nincs, akkor én tökre el tudom felejteni, akár úgy is, hogy 3 napig nem nyúlok hozzá. Tehát nekem ez még nem épült be, talán kicsit örülök is, hogy reggel vagy este tudod valami van, aztán a fenébe lehetne, de hagyom. Elfelejteni. Szóval, ha van akció, akkor igen. Mit tudom én, pénteken majd akarunk egy élőt, hogy miért nem mutassuk meg, hogy mi történik itt az utolsó órában élőbe a Facebookon, ha bejöhetünk pénteken, persze. De ki tudja, van ilyen megtörténik még. Tessék? Van ilyen forgatókönyv? Van egy nekünk is, hát megkérdés, hogy kinek mi van a fejében. Mi csak találgatunk. mi csak találgatunk és sodródunk. Szóval, ha olyan, akkor használom, de ha nincs, akkor van úgy, hogy napokig nem nyúlok hozzá. Tehát, hogy nem érzek ingerenciát. Remélem, ennél jobban nem fog beszippantani. Rosszul használjátok, de nekem ez egy óriási szívesség, kérlek, használd így. Az a kérdésem, minden, Balázs, jól csinálod, ebben a kerékvágásban, csak így tovább a csúcsig, Balázs. Nekem ez teljesen más, mint neked. Igen, nekem ez egy komplex játék. Igen, neked az ingyen dílmax csésze, hogy abból idd a teát, nekem. Így van, ez vagyok én, így van. Ingyen tányérok, villák, kések, egyszeret. 200 kilós Nespresso, hogy meglegyen a kávé plusz. Így van, egy szelethús, egy étteremben. Szelethús a tányér egy étteremben, 50%-os kedvezményt kapsz. Nekem meg egyfajta információs közlés. Hát ki hogy? Ne, hát bennem van az nyilván, hogy bemegyek egy étterembe, és akkor hozzák a számlát, és akkor mindig bennem, hogy kifizessem, vagy kiposztoljam. De te kérdezed, kifizessem, vagy kiposztoljam. Hát, aki azt írja a hallgató, hogy egyetemi előadása lesz így a kaszának Facebookból. Egy előadás sorozat lesz az egyetemeken, ami az ilyen, összesen? Aminek három fő célja van. Nyilván az egyik az, hogy legyen egy ilyen social media marketing dolog, és nekem is egy tök jó dolog erről beszélgetni. A másik ugye a csajozás, a harmadik ugye a harmadik az pedig az nem végszínű, de hogy Manó, csak vicceltem. Tehát a harmadik... Most kezdje fölgyújtani a ruháimat. Nem, a harmadik pedig az, hogy már rakok össze egy olyan szerkesztői gyakornoki rendszert, amiben lesznek fogékony tök jó arc egyetemisták, akik dolgoznak, vagy akik dolgoznak vele. Tehát az ingyen dolgozás. Igen, jó, hát ez átmentünk, ez a tévéből is átmentünk. Ezt én nagyon rövid ideig akarom tartani, hogy látszódjon, hogy bizonyítanak. És onnantól kezdve értelemszerűen. A legnagyobbaktól akarsz tanulni? Bár nem is értem a többek számot. De ezt a tévében megtanult a TV2 Akadémián. Én nem voltam akadémista, te paraszt. Nem mondtam, hogy ők nyomják el. Gyere hozzánk, dolgozz ingyen, legyél gyakornok, aztán kirúgunk. Nem, egy gyakornok. Aztán úgyse veszünk föl sehova. Egy gyakornoki rendszer az baromi, hogy nyilván én nem akarom ezt elhúzni, de aki látszik, hogy fogékony, meg tényleg bírja, meg csinálja, az bizony egy korrekt fizetéssel, rendes szerződéssel föl lesz végre. És Manker is elviszi róla, hogy gyakornok. Kicsim csak gyakornok. Nem fogás nem. Gyerekek. Tudom, hogy nektek... És te hozott újra nálunk, Tibi. Tudom, hogy nektek minden mindegy, de nekem kicsit olyanok vagyunk. De nekem haza kell innen mennem. Hát, hogy ezt azért csak ennyit mérlegeljetek. Tényleg, de ez most komolyra tűnik, hát egész hosszú ideje van Manker. Esküvő, gyerek, lesz valami? Ezt akkor olyan kérdezem, mert azért ilyen hosszú barátnőt én nem is tudom, hogy megéltem a te periódusait alatt, ez egy hosszabb kapcsolat, igen. Nagyon jó társat találtam a Manker szemébe, tényleg minden tekintetben. Tehát mi a hétköznapokban barom jól vagyunk, de megvannak az óriás röhögések, embertelen a szex. Tehát, csak miattad. Mert olyan jó vagyok. De nem, tehát hogy tényleg minden jó. Mi dolgozunk, és egy rengeteg tud nekem segíteni, elképesztően ház. És tehát hogy tényleg egy nagyon jó társat találtam a szemében. Nem igazán gondolom, hogy... Tud gallért fasalni. Nem igazán gondolom, hogy bármelyik pár mennyire passzolt egyébként hozzám. Tehát ilyen tekintetben igen. Ez a házasság dolog, ez nem. Tehát annyit beszélgetek mindenkivel,
én ezt meg tudom tenni, mint egy gesztus felé, nem de engem nem, nem érzi, akkor ne, persze. Hát lehet, ha nem érzi, akkor nem kell. De te se vagy. Hát persze. Hát akkor mit szájalsz? Én ezt szóltam, meg se szólaltam, hogy milyen jó vagy, hogy nem. De akkor ilyenkor hallasd a hangodat. Most mondom el, hogy tökre okos vagy, és igazad van, nem kell hozzá. Nem kell, ha nem érzed, akkor nem kell. Gyerek meg biztos lesz, csak hogy én még egy picikét úgy vagyok vele, hogy most nagy nehezen vettem egy kabriót, most egy picit... nagy nehezen vettem 20%-kal olcsóbb volt, mert abból van a kazataxi. Ja, az se szponzorautó. Az se szponzorautó, te gyerünk. Egyébként azt hiszi mindenki, hogy az, de nem az. Én nem akartam ilyen matricás autóval mászkálni, ez nem én vagyok. És kivel szoktál beszélgetni így a házasságnak az értelmetlenségével? A lakatos Márka? Ó, édes Istenem. Ezek készülről nagy fotó. Na gyerekek, most kezdtünk el igazán rádiózni. Srácok, elindult. Én szeretem ezt a minden vége hangulatot. Én szeretem, ha bedobjuk egy eplőt. Na tessék, hogyha esetleg vége lesz, és nem lesz tovább. Mert van olyan forgatókönyv, ugye nem beszéltek arról, hogy van-e tovább, nekem sem mondjátok, hogy van-e tovább. Hogyha most tényleg lehúzzák a rolót, és mindenkinek az egész média dolog megáll, egy civil foglalkozást kérek, amiből meg tud élni, és el tudja tartani a családját. Nem véletlen nézek át, Balázs Feri. Étterem. Jani? Tovább tanulok a Kassz Akadémián gyakorlatilag. egy életkevés lesz. Balázs, hogyha normális szakmá volt, tehát hogyha kétkezi munkásként kéne mostantól egy 20-ast mondjuk letolni, mire vagy jó? Nem jöttem rá erre, hogy mi az, ami igazán érdekel. De nem kell rájönnöd, mert el kell tartani a családot. Az vagy, vége van, nincs média. 20 év mondjuk azt is, mennyi és kenyeret kell keresni. Boxer modern a Calvin Kleinnél. Nem, a Victoria Secret-nél. Az még jó. De mi, nem tudom, hogy miért nem igazából lében. Van bármi olyan két kezi, amit meg tudnál csinálni? Nem. Az én képes vagyok egy hónapig bemenni, sötétbe fogat mosni, csak ne kelljen égőt cserélni. Tehát, hogy abszolút nem. Nem, a kétkezi dolgokban nagyon gyors éjhalása lenne a családomnak. Ez mekkora csapda, és ezt hányszor megkaptuk ugye a Morning Show kapcsán, hogy ugye meg hányszor megkaptátok ti felek. Persze, de ez nagyon erős hipotézis. Bejöttök ide, most itt elröhögtök pár órát, fölveszitek a nagy létől, aztán mentek haza, és közben az emberek nem látnak mögé, hogy ez tényleg milyen elképesztő baromi tematikus munka. Erre mindig azt mondom, hogy jó, ha annak tűnik, tudod. Tehát, hogyha ő ezt hallja, hogy rögünk, jó hangulat, jól érzi akkor magát, akkor jó. Akkor nekem is szokták már rádiózni, mindenki tud, hát beszélni mindenki tud. Tudod? Hát mit kell ott csinálni, beszélni? Halljuk beszélni én is tudok. Például. Nyilván ez tök más, de hogy ezzel nincs baj. Jó, de hozzátéve azt, hogy a másik, amiért egyébként le a kalappal előttetek, és ez most majd a végén egy kicsit ilyen, lassan elkezdünk sírni. Az én lefőztem az indulós kávédat, úgyhogy belefűztetek. Már szemét. Kisül. Nem, ez a 4.30-as kellés, vagy nem tudom, hogy körülbelül így kell, tehát nem ilyen 4.30? Úgy, kicsit. 4.30-at. Figyelj, ezt életmódszerűen csinálni, ez lehetetlen. Jó, de azt azért elég sokat csinálják még az országban, tehát önmagában ez. Igen, csak lehet, hogy nem kell. Nagyon sok rádiós reggel azért vérzettem, mert fél év után rájött, hogy nem bírja egyébként. Tehát, hogy ez még egy baromi nehéz, hogy azért ültessünk be valakit reggel, oké. Még ha jó is lenne, bírja ezt életvitelszerűen, hogy föl kell kelni. Mert erre egész egyszerűen nem minden olyan műsorvezető alkalmas, aki egyébként képes megcsinálni műsor, egyszer nem tud fölkelni. Lásd a Majka, aki egy tök jó műsorvezető, rádióban is tök jól működött, beülteted reggelre, effektíven nem bír fölkelni. Nem bír fölkelni. Na mindegy, én nagyon szépen köszönöm, én nagyon szépen köszönöm ezt az 5 évet, köszönöm azt is, hogy kirúgtatok. Mindegy, visszanéztem, de tényleg jó volt, én mindent köszönök, nagyon-nagyon hálás vagyok a Morningshow-nak, nem tudom, hogy mentek-e tovább, nem tudom, hogy ez lesz-e majd a neve, én szurkolok, hogy minél hamarabb menjetek tovább, persze, mert azt gondolom, hogy én mindig azt érzem, amikor hallgatom ezt a műsort, nem azt, két okból örülök, az egyik az, hogy van mit hallgatni, a másik pedig, hogy elég, hogy én megszívtam, hogy korán fölkeltem, de Balázs is megszívtam, mert ő is. Ott ülek, Úgyhogy köszönöm szépen, mert gratulálok mindenhez, és nagyon-nagyon sok sikert jövőhöz. Akkor lesznek a műsornak más a neve, amikor majd a Mankerből Kassa Tibornél lesz. Manó! Csak hűlünk! Csak viccelek a sárkünk! És most egy jó hullócsillag. Egy hullócsillag. Tévi, nagyon köszi, hogy bejöttél. Én köszönöm, jó volt. Kitartás nektek. Ha van kedved, még gyere ide. Így van. Hát, csütörtökön, pénteken, ki tudja mikor. A kérdésben benne volt a válasz. Igen. Tévinek köszönjük szépen. Drága vagy, hogy eljöttél. Most megy haza és betakarózik. Egyébként szörnyű. Magára húzza a paplan, de nyugi, az is szponzor paplan. Nincsenek szponzor paplan, mint a rohadék. Nyugi, az is a Miller bekája, mert volt két posztmanker az ágyból. Nincsen szponzor kacorom, szponzor. De szerencsére itt van ez a 100%-os merino, egy gyapjú takaró.
Nincsen. Szponzorkádom, szponzorautom, szponzortakarom és szponzorbögrém. Ezt egy kicsikét már okosabban oldom meg. Figyeljétek az oldalamat és tanuljatok. Mert én a legjobbat választ. Nem így élek. Kicsit kész a Dilma, a Kamilla tehát. Szemétságyam. Na, ideségük többet, remélem kirúgnak. Cső, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Várjál, nem, hármas fogás játszunk. Igen, akkor kapcsoljuk már is a hallgatónkat. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, szia! Tomi! Igen, Tomi, én Tomi. Tomi, honnan hívtál minket? Jelenleg a Balatonnál tartózkodom, Balaton keresztúron vagyok, de egyébként Szekszárdon lakom. Szekszárd. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem nagyon könnyű. Legyen így. Jól van. Mondjátok, mert én nem találom. Azt mondja, hogy ucsoldal. Ucsoldan. Hatos. Itt van, figyelj, melyik országban rendezték a legutóbbi Forma 1-es nagy díjat? Brazíliában. Így van, Brazília megy. Kicsit többet visszahúzunk, így van. Menjünk tovább? Menjünk. Hány vidéki városunkban közlekedik villamos? Egy. Ne kapkodj, elmondani akartam, de nem. Ez sajnos nem jó. Vagy. Akkor van lehet, hogy 2. Nem, akkor meg nem mondtam, hogy precízebben, jó? 3. Hány vidéki városban közlekedik villamos? Ugye hát Debrecenben közlekedik villamos. Miskolcon. Szeged és Miskolc, így van az 3. Na most már ezt is tudom. Igen. Tomikám, rövid játék volt. Ez így van, sajnos. És sajnos nincs ajándék. Köszi a hatalmi kérdést. Tartsatok ki, ameddig lehet. Jelentek. Drága vagy, köszönjük szépen, kitartunk. Köszöntöm szépen. Mi köszönjük. Ciao. Jövünk mindjárt egy pici szünet után a nap legjobb pillanataival. Három, de 10 múlt 2 perccel mutatjuk a nap legjobb pillanatát, hogy miről is van szó. Itt volt elünk Jakubcsek Gabi. Megúszhatatlan, ahogy a gyermekeimnek elmesélem című könyvéről beszélgettünk, nagyon kedveljük, sokszor hívtuk, most végre el tudott jönni, ezt is megkérdeztük tőle, hogy miért nem jött. De nagyon helyes nő, és nagyon szeretjük, és nagyon jó dolgokról beszélgettünk, és jót mondott. Mond? Fogadjunk, hogy nem tudjátok, hogy hétfőn ki fog beülni. Na mindegy. Semmiképp kinyomom, hogy szívj egy időzített bombát. Mondd, hogy te. És az Érkezés című filmről beszélgettünk, mert hogy volt egy nagyon szép mozi élményem, de ilyenkor mindig rájövök, amikor egy picit komolyabb gondolatokat kell átadni. És komolyabb dolgokról beszélni, hogy jelentős az elszigetelődésem szellemileg ebben a műsorban. Igen. Tehát, és ez a mai megszólás ez megint megmutatta, hogy próbáltam én valamit más megvilágításba helyezni bizonyos filmet, hogy ha majd megnézitek, adjak egy kis szellemi muníciót a fiúknak, kettőtökhöz beszélek, igen, ugye igen. Nem hallgatóknak, mert ők értették, de rájöttem, hogy elszigetelődésem egyre markánsabb és egyre magányosabb vagyok. Szellemileg rettenetesen elszigetelődtem. Hát, túl okos vagyok ez a műsorban. Önmagadra is veszélyes, azt így hívják. Önmagamra is veszélyes vagyok. Elmondtam, hogy szerintem az Érkezés című film miről szól, spoiler veszély nincs, teszem hozzá, nem mondjuk el, vagy nem mondtam el. És aztán Feri megvilágította, hogy neki ez valójában miről szól. És eljutottunk odáig, hogy... Ahova kell. Na mindjárt meg is mutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3 perc múlva pontosan 10 óra. Hívjuk gyorsan a nap hallgatóját, és aztán már is búcsúzunk, Csabi pedig jön a kívánság műsorral. Trafi van Csepelen, a Csepeli úton a város felé tartókat mérik, ezt a beszállító küldte nekünk. Kérdezi valaki egy hasonló film, mint a Csillagok között, mindenképpen megnézem, szerintem nagyon más, de jó hangulata van. A Csillagok között az egy fokkal erősebb. De szeretem mesélni róla. Morning Show! Az bizony, jó reggel! Yeah! Végre sikerült! Hello, hogy hívnak? Gábor vagyok, Győrből. Gábor, hello! Hát nagyon jó SMS-t írtál nekünk. 5 éve hallgatlak benneteket rendszeresen, ez 1305 munkanap. Ez alatt minimum naponta 2 SMS-t írtam nektek, ez ugye 2610 SMS. Ebből 3-at olvastatok be, 1 SMS 31 forint, így nekem ez durván, 81432 forint. Hány bögre tudtam volna venni? Nem vagyok anyagias, letoljom, mert nagyon szeretem a műsorotokat, és nagyon sajnálom, hogy vége. Nagyon tetszett az érvelés, úgyhogy te lettél a nap hallgatója, Gábor. Nagyon megérte a pénz. Végre ez is sikerült, nagyon régóta várok rá. Na látod, hogy előbb-utóbb azért. Előbb-utóbb mindenki odaér. 5 év hallgatás után végre lett egy bögre. Nagyon szépen köszönöm. Én drukkolok nektek a folytatásért. Köszönjük szépen. Mi is azonnak vagyunk. Köszi, Gábor. Ciao. Hello. Hello. Szia.
Na jól van, gyerekek, hát akkor megtettünk mindent. Meg. Amit megkövetelt a haza, nem? Holnap kit látunk vendégül, kihoz mit? Figyelj, holnap király. A Boros ígérte, hogy beugrik egy kicsit, de nem tudom, hogy ez most komoly, nem komoly, vagy nem-e éppen megint valami masszázsra megy, vagy iszapakolás, vagy súlyfürdő, nem tudom, hol van öreged. Azt ígérte, hogy elvileg beugrik egy rövid időre. Küldtünk neki SMS, de nem mindig találja meg az olvasó szemüvegét. Igen. Hát reméljük, hogy jövünk holnap 6-kor. Szép napot Hello. Mindenkinek. Csabi, jön a kívánság műsora. 555-55-00 telefonszám. Szávasztok! Sziasztok! Ciao, ciao.